nem kerülök olyan szituációba, hogy úgy kelljen elvállaljak egy filmet, hogy nem hiszek abba a filmbe. És voltam olyan helyzetben, amikor ez nem így volt, és vállaltam olyan filmet, amit meg kellett csináljak azért, hogy pénzt keressek, hogy eltartsam a családomat, az nem, nem, jó. És tudom, hogy ez egy, most ez egy ilyen áldott állapot, és hogy egy őrletes szerencse, hogy, hogy ez, ez megadatott, megadatott, és azt is tudom, hogy ez el fog múlni. De amíg ebben a szerencsés helyzetben vagyok, addig ezt próbálom jól használni, és, és kihasználni, és, és élvezni, és, és csinálni a dolgom. Sziasztok, Vicserdi Fülöp Ádám vagyok, az After Plus mai adásában Erdély Mátyás lesz a vendégünk, akit a legtöbben a Saúfia és a Napszálta operatőreként ismerhettek, de a mostani adásban két aktuálisabb projektjével is fogunk foglalkozni. Az egyik a Fó című film, amit az Amazon Prime-on érhettek el, a másik pedig a Magyar Mozikban márciusban érkező di Iron Claw színű alkotás, ami egy Egészen elképesztő pankréxiós dinasztiáról szól. Ez lesz a két fő témánk. Először is üdvözöllek, és köszi, Igen, hogy, nagyon, nagyon, hogy köszönöm, el tudtál, hogy el tudtál jönni. Azzal akartam kezdeni, hogy nyilván ilyenkor átnézem a, a, a teljes életművedet, és azt tűnik fel nálad, és ez több beszélgetésben is visszajött nálad, hogy, hogy valahogy megvannak talán a pályának a korszakai, amikor nagyon tudtál kapcsolódni egy-egy rendezőhöz, egy-egy alkotóhoz, hogy mintha, mintha, akár korszakokra is lehetne bontani a, 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 a pályádat. <laughs> <Ajaj. gül> és, és, ez jött vissza, hogy nagyon keresed is ezt a, ezt a fajta együttműködést, hogy te akkor érzed magad biztonságban, hogyha operatőrként, hogyha olyan intellektushoz, olyan alkotóhoz tudsz kapcsolódni, aki, akiben megvan ez a, ez a bizalom, amit most a legelső név, aki eszemét az a Mondrux szó, Kornél, mert hogy a pályád elején szerintem ő volt a, a meghatározó társad ebben a, ebben a folyamatban. Abszolút. Szóval, hogy egy filmkészítés, egy operatőr rendező viszony, az, ugye az a kommunikációról szól. És a kommunikáció mellett szerintem az ízlésről, közös, közös ízlésről, ami nagyon nehezen definiálható, hogy ez mi is ez, hogy mi az, ami az egyik tetszik, mi az, ami másik őjűnek tetszik, és ez miért van így, tehát miért mondom valamire, hogy az jó, és miért mondom azt valamire, hogy nem jó. És ugye, ha kialakul egy közös nyelv, egy rendező-operatőr között, akkor onnantól kezdve ez nagyon, tehát a következő munkában az nagyon-nagyon megkönnyíti azt a munkát. Tehát mi, nekem legalábbis elég nehéz vagy nagyon-nagyon sok energiát igényel egy, egy új emberrel elkezdeni dolgozni. Nem azt jelenti, hogy nem szeretnék, persze nagyon-nagyon jó, hogy. Nem azt jelenti, hogy, gondom, hogy nem vagy nyitott egy abszolút ilyenre? Abszolút nem, sőt, pont, hogy nagyon nyitott vagyok, de hogy ez egy öretesen nagy befektetés, és van benne egy nagy fokú bizonytalanság, hogy az előző munkája alapján azt gondolom, hogy fú, nagyon fog ez működni, és aztán közbe kiderül, hogy fú, ez mégsem működik, és akkor így elkezd az ember gondolkodni, hogy miért van így, hogy legalább tanuljon belőle. De ez egy nagyon nehéz dolog. Nagyon-nagyon sok dolognak kell klapolnia, hogy ez, 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 jól menjen, és hogyha az ember talál egy olyan társat ebben, aki, akivel ez, ez jól működik, az egy, az egy elképesztő felszabadító érzés, és egy nagyon-nagyon én szerintem nagyon-nagyon megágy az a kreativitásnak, tehát hogy, hogy akkor tényleg lehet nagyon finomságokról beszélgetni. Hogy, már nem kell úgymond körbe tapogatnotok egymás, ha nem van, de akár ilyen fél szavakból is Pontosan. tudtok előre haladni egy, 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 munka folyamán. Egyébként a, a a, a rövid filmekben kezdődött, vagy... Nem, nem én nem, csináltam nem... a Cornel rövid filmet. A Kornél először akkor hívott, amikor a Johanna című filmét és a, nagyon András volt ennek a filmnek az operatőre, és nagyon Nagy András elkezdett egy másik filmet sem, és nem, nem tudta befejezni a Johannát, és akkor, akkor valamiért akkor úgy, úgy érezték, hogy akkor megpróbálkoznak velem, és ez egy számomra egy fantasztikus uh, élmény volt. Egy hetet, tehát körülbelül, mit tudom én, a filmnek 20-25 át uh, csináltam én, és ez egy nagyon jó munkaélmény uh, munka uh, élmény volt akkor én éppen Amerikában tanultam, és akkor uh -huh. utána, amikor haza költöztem, akkor, akkor a Cornél következő filmére engem kért fel, ami a Delta volt, ami egy ilyen nagyon-nagyon hányottatott sorsú. Nagyon sokáig is készült, nem? Tehát, a, az talán én... életem leg, leg sőt, nem biztosan az életem leges-leges legnehezebb Munkával, Ezt a filmet gyakorlatilag leforgattuk félig, és a Bertók Lajos a főszereplő halála Igen. miatt ez lehet és szétesett, és akkor teljesen újra kellett gondolni, és akkor minden, amit addig csináltunk, az gyakorlatilag elveszett, és akkor egy teljesen új koncepció mentén egy teljesen új film készült, és ennek az egésznek a folyamata az nagyon-nagyon az nehéz volt. Visszakérdeznék még, a, mert ugye említetted is, hogy, hogy tanultál Amerikában hmm. is, hogy ez például egy ilyen tudatos döntés volt a részedről, hogy akarsz, bele akarsz látni abba, abba, a világba, és egy nagyon korán megszületett benned ez a döntés, hogy te nem feltétlenül itthon képzeled el a, a filmkészítést. Ez sok összetevős, volt benne egy nagyon nagy fokú elkeseredettség is. Mm -hmm. Akkor én túl voltam az első filmben, aminek Maceres ügyek volt a címe, ami egy nagyon szerintem egy nagyon szép film, nagyon sok ré részemről, rengeteg hibával, de sok, nem tudom, ambícióval készült, de aztán a Szabolcs ő, ezután a film után egy más, másik igen, operatőrrel igen, kezdett el dolgozni. És engem az nagyon-nagyon, nem tudom, letaglózott, nem tudom, milyen jó szó erre. És igazából azt éreztem, hogy valahogy így meg kell a saját grabancomat fogni, és ki kell magamat húzni mm. ebből a nagyon-nagyon, számomra nagyon sötét szituációból. És akkor így előre, előre próbáltam menekülni, és akkor ez volt az Amerika, ami persze rengeteg egyéb, tehát ez nem csak egy ilyen önterápia volt, hanem, hanem valóban megnyitott. Egy világot, ami engem mindig is nagyon érdekelt. Üm, igen. A, beszéltünk ugye erről a fontos bizalmi viszonyról a rendező és operatőr között, és ö, ezt is meg kellett például tanulnod, hogy hogy kezeld azt, hogyha egy rendező egy közös munka után nem, nem veled akar dolgozni. E, mert az, ak akkor még azért a pályád elejéről beszélünk abszolút. a magszeres és ö, gondolom azért. Ez később is elő, tehát hogy, hogy, mondjam, erre azért valószínűleg trenírozni is kell egy idő után magad, hogy előfordulhat ilyen. Igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert, mert annyira investálódik az ember érzelmileg egy ilyen, egy ilyen kapcsolatban. Kicsit olyan, mint egy házasság, hogy, hogy akkor jó, hogyha teljesen őszint és teljesen ny nyílt lapokkal és teljesen teljes, ilyen, tehát mindent beleadva történik egy ilyen kapcsolatban a kommunikáció. nem akkor lehet ebből igazán, igazán minőségi dolgot létrehozni. És hogyha az ember aztán szembesül egy elutasítással, vagy egy nem tudom, szakítással, akkor, akkor abból az kicsit tényleg olyan, mint hogyha egy pár kapcsolatban lépett volna ki. Előfordult, meg, meg volt ilyen ehhez hasonló, nehezebb szituáció a karrieredben? Voltak, igen. Hát volt voltak, igen, ez, ez, mindegy. Ja, nem, nem ebben akar, nem az a szakításaidban akarok ötapiskolni, csak szerintem ez is fontos érteni, igen, hogy, hogy, ezek, és amikor korszakokról beszéltünk, akkor erre is értettem, hogy, hogy, hogy ezért ezek tényleg házasság szintű. Hicsit, ö, igen. és, és a következő név, aki akit nem lehet kiadni ebből a beszélgetésből, már csak azért sem, mert hogy fogtak újra együtt dolgozni, ez meg a nemes jeles uh -huh. László, és az egyik egyik veled készült beszélgetésben, az ragadt meg talán legjobban, ö, a, amikor a közös munkátokról mesélte, hogy vele engedsz meg, vagy vele szemben engedsz meg egy csomó olyan dolgot, amit lehet, hogy mondjuk a sondörkide szemben, vagy más rendezőve szemben nem, nem tennél. Tehát, hogy ott, ott inkább vagy egy alkotó a, a folyamatban, vagy egy a kreatív a folyamatban. A, a László nagyon, szerintem nagyon ügyesen és okosan ezt, ezt, ezt az egész folyamatot, ezt nagyon nyitottan és átláthatóan, transzparensen kezeli, és szüksége van inputra sok embertől, és van egy, egy maréknyi ember, akiben ő bízik, és úgy tűnik, hogy én is ezek közé, az emberek közé tartozom, és, és mi, mi már nagyon-nagyon hamar elkezdünk egy filmről. Tehát a, tulajdonképpen az első, a forgatókönyv első verzió ja, ja, megírásakor már, már bevon engem, és akkor beszélgetünk a könyvről, és aztán az újja, és újabb és újabb, és verziója forgatók, az mind-mind átbeszéljük, gyakorlatilag soronként. És hát ezt nagyon kevés rendező szokta így csinálni, és ez egy nagyon bizalmi viszony, egy nagyon, mondjam, konfliktusokkal azért jócskán, tehát egy, egy most egy, 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 ilyen oldal, történet, egy nyilván egy, egy, írási folyamat, ez egy iszonyatosan. Tehát, hogy én soha nem írtam semmit, és nem is akarok, mert tudom, hogy képtelennék rá. De az ember leír egy könyvet, egy forgatókönyvet, és azt, aztán megosztja emberekkel, akkor, akkor megint egy olyan, egy olyan helyzetbe hozza magát, ami nagyon sebezhető. Nyilván egy forgatókönyv nem tökéletes, nyilván, és olyan Odaadod ezt valakinek, akkor az a valaki azt mondja, hogy ez mér így, meg mér úgy, meg ez hülyeség, meg nem tudom mit. Tehát, hogy ezért nagyon fontos, hogy ez egy valódi bizalmi viszony lehessen, és, és és, hát így így mondom, sok konfliktus árán, de hogy mi szerintem vagyunk olyanba, hogy így tudja László, hogy csak a jó szándék, és csak a. a a, a minőség, amit szem előtt tartok, és, és semmi egó nincs ebben, hanem tényleg Aha. csak arról szól ez, ez, ezek a beszélgetések, hogy ez ez e jó legyen ez a dolog. Ezt úgy is érted, hogy vagy úgy képzeljük el, mint hogyha kvázi egy barátodnak kellene nagyon akár sértő, vagy akár, akár bántó dolgot mondanod a, a saját, vagy az ő alkotására, Ö, igen. vagy ennél, bo ennél nem, bonyolul. Nem, hát igen, tehát hogy ő, ő, hogy ő meg... meg adja nekem azt a, azt a, bizalmat, hogy ő tudja, hogy én őszintén fogok vele beszélni, tudja, tudja, hogy egy csomó dologban akár néha sarkosan is fogalmazok, mert sajnos ezt még nekem is tanulom kell, hogy, hogy próbáljak kevésbé sarkosan fogalmazni, de hogy de minden, amit mondok, az, azért, az, azért, az, azért, azért, mondom, mert, mert nagyon hiszek valamiben. És akkor ő, Persze csomószor van az, hogy meghallgatja, és nem ért egyet vele, akkor beszélgetünk róla, vagy elutasítja, mit be, természetesen szíve joga, de hogy, hogy minden esetre meghallgat egy ilyen nagyon Mélyen analitikus megközelítést ezekről. Meg ebben a körben mondom, nem sokan vagytok azért, vagy akinek, aki, akivel ilyen viszonyban nem. van, hogy, hogy megmutatja, és a kez is fogadja. Ö, van egy pár ember, akiről tudom, hogy, ő, hogy hogy beszélgetnek, de nekem ez a fajta viszonyom más rendezővel nincs, hogy ennyire, tényleg ennyire hagyja, hogy, hogy bele kutakodjunk, beleássunk ezekbe a forgatókönyvekbe. Igen, mert erről is akartál kérdezni, hogy hogy, hogy azt talán nem egyértelmű, szerintem mindenki számára, hogy te mikor csatlakozol be általában egy ilyen, egy ilyen ö, folyamatba, tehát például az Iron Claw esetében, ha jól tudom, akkor kvázi kész könyvet kaptál, tehát hogy ott, ott, ö, ott, ott, ott már igazából nem, nem nincs ilyen típusú beleszólásod, hogy... Van, de sokkal kevésbé, és sokkal-sokkal később kapcsolódok be, tehát a... a, a nem tudom, hogy hány verziója volt az Claw-nak, de azt tudom, hogy amit én olvastam, az már nagyon közel volt ahhoz, amit végül is leforgattunk, és nyilván ott is van egy csomó kérdés, vagy felmerült egy csomó kérdés, de, de mivel hogy egy jóval későbbi folyamat, vagy a folyamat sokkal későbbi részeben csatlakozom, mert már egy csomó olyan kérdés, amit amúgy feltehettem volna régebben, az, az, azok már megválasz, megválaszolódtak maguktól. Na hát most úgy működik egyébként, hogy van egy ügynököt, ha jól, jól tudom, és akkor rajta keresztül jutnak el hozzád filmtervek, és Ö, abból tudsz válogatni. Van, nekem két ügynököm van, egy európai, meg van egy amerikai, de igazából igen, és jutnak el tőlük is filmtervek hozzám, de, de azért ez az ügynökségi rendszer, ez, ez azért nem igazán arról szól, hogy ők, ők nekem majd behálóznak olyan rendezőket. Igazából ha jól, jól történnek a dolgok, akkor az előző munkái miatt jön egy megkeresés, és nem az ügynöknek kell semmi. Az ügynök inkább azért van, hogy ő aztán a szerződésemet letárgyalja, meg nem tudom mi, de... Szóval nem úgy kell, vagy se elképzelni, hogy, hogy leszűrik neked előre, hogy, hogy mi, mi érdekel, hanem inkább úgy kell elképzelni, hogy hozzájuk, beesik egy, kér, egy kérdés, vagy egy kérés, mert mert látták a korábbi filmjeidet, és... Is. Ők le is szűrik, van egyfajta hogy mondjam, egy, 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 tervünk, hogy mi, mi az, ami felett tendálunk közösen, tehát hogy mi, mik azok a filmek, amik mind a ketten úgy érezzük, hogy, hogy érdemes csinálni, de hát nyilván én vagyok a hangadó, tehát én mondom meg azt, hogy nem biztos, hogy az X-Men 8-at, bármennyire elképzelhetetlen, hogy vala X-Men megkapnék, de hogy nem biztos, hogy ez a célom, hogy megkapjak egy X-Men 8-at. És ők ezzel pontosan tisztában vannak, és akkor, és akkor próbálunk olyan filmkészítőket követni, meg rajta tartani a szemünket, akik. És olyan is, olyan is előfordult a pályádon akár, hogy, 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 nem filmterv de valakivel kapcsolatba kerültél rendező, operatőr, vagy más filmes alkotó, és úgymond te, te, te proaktívan mondtad azt, hogy, hogy akár szívesen dolgoznál velük, vagy volt-e ilyen típusú munkád, ahol, ö, inkább te szerettél volna becsatlakozni az ő munkájukba? így volt biztos, ezzel ez egy csinyán kell bánni. Tehát ez az szerintem lehet, ez nagyon visszáson is elsülhet, hogy én ott kopogtatok valakinek az ajtán. <laughs> amit megtanultam, és szerintem nagyon fontos az, hogy, hogyha, hogy, hogy csomószor ráírok emberekre, operatőr kollégáimra, leginkább, hogy, Hogyha látok valam olyat, ami igazán megfog, akkor, akkor ezt kifejez, kifeje, kifejezem. És ez, és ez egy nagyon jó dolog. És én is kapok ilyeneket, és én is rengeteg embernek szoktam írni, és pont az ügynökség miatt ezt nem tényleg bárkinek az e-mail címét egyből meg lehet igen, szerezni. Igen. Úgyhogy ez nagyon jó, hogy így rá lehet írni emberekre. Am amúgy ez nagyon érdekes, hogy ez, ez több operatőre beszélgetve visszajött, ez, hogy te akár instán jöhet neked egy, egy jó visszajelzés, vagy olyan embertől, aki. Ről mondjuk nem is gondolnátok, hogy nem ném droppingolni akarok, csak hogy hogy, hogy ez tényleg nagyon érdekes hogy kívülről lehetne, hogy egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen belső kasznak is tűnik az operatőrök, főleg, hogy nagyon sokat jeleztek vissza uh -huh. egymásnak. Te is akár akár ismeretlen uh -huh. operatőre is, Simán, Abszolút. ráírsz, hogyha olyat látsz. Abszolút. Tehát, hogy az Instagram például kiváló, hogy, hogy tényleg azonnal lehet bármelyik kollégámmal, akivel kapcsolatban vagyok egyrészt információt kapni, másrészt, másrészt azt lehet mondani hogy hú, ez a film, ez csodálatos volt, és, és akkor ezek, ezek vagy felfejlődnek, és találkozunk egyszer, mert ki tudja, hogy ki hol Igen. jár de a világban, de hogy, de hogy erre is szuper, de hogy tényleg ez az azonnali, ez, na, ez nagyon klassz, és olyan jó lesik egyrészt adni ezeket, másrészt kapni ezeket nyilván, hogy, hogy milyen jó, hogy hogy hú, te észrevetted, hogy ez a film amit arra nem nagyon tud senki, de hogy ez a film csak hogy ez neked nagyon tetszett, ez szuper. Mondtam, hogy nem akarok name -golni, de hogy egy-egy egyek egy, egy -egy példát tudsz esetleg említeni, ahol, ahol neked, nem kell, hogy nagy név legyen, de ahol neked, neked jeleztek vissza akár meglepő helyről. Én, hát inkább akkor azt elmesélem, hogy a fó az hogy talált meg. Aha. Mert az, az, is az Instagram mondta tulajdonképpen, mert a, a Greg Fraser, aki, a, aki a, szerintem most így a nem tudom Csó, top, top, top top operatőrök egyike dűne dűne számtalan számtalan más csodálatos film operatőre ő egyszer ő, 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 így igen, hogy az Instagramon így össze vagyunk kapcsolódva és akkor egyszer csak rám írt, hogy ő szeretne, hogy én találkozok egy megismernek, meg akar ismertetni egy barátjával. És Ennyi hát, volt hát, az üzenet. Hát, 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 és akkor így mondtam, hogy jó és akkor kiderült, hogy ez a, ez Garth Davis volt, aki a, aki a belelő, két előző filmet csinált, egyik az a Lion volt, a másik a Mary Magdalene. Igen. És akkor kiderült már, hogy a Greg a fót nem tudja csinálni, mert csinálja szempont a dűnét, vagy a batman vagy nem tudom, ilyen valami, valami kis vetésű. kisebb igen. produkciót. És akkor ő összekapcsolta a Garth-szal, -sz garth Garth-szal. -sz Gar -sz <laughs> Ezt majd szövegben is remek lesz igen. leírni, igen. <laughs> És akkor, akkor, akkor beszéltünk, és akkor, akkor kezdődött el ez a, a közös munka. Ilyenkor, e, ilyenkor szerinted a korábbi munkáid alapján, tehát a fó esetében például kíváncsi vagyok, hogy, hogy, te mit gondolsz arra, hogy mi alapján találhattak meg egyáltalán, egy vagy miért akkor... akarok lenni, akkor, akkor azért találtak meg, mert a, a fó és nagy részt egy házban játszódik, és akkor már a neszt az elérhető volt, és akkor a neszt is egy házban játszódik, és egy család egy férfi és egy nő, két gyerek, igen, és akkor látták, hogy lehetok fényképezni egy házat kívülről és belülről, és akkor gondolták, hogy jó lesz. Valószínűleg ezért egy többről van szó, de, de nyilván, nyilván igen, az előző munkáimról ról azt gondolták, hogy, hogy ez nekik tetszik, és akkor ez, az lehet jó. Olyan is előfordult egyébként, hogy, hogy, hogy amikor te nem értél rá, de mondjuk szimpatizáltál egy, egy produkcióval, vagy egy, egy rendező kérte a tanácsodat, és te tudtál ajánlani nekik olyan, olyan kollégádat, aki, akiben bízhatnak. Ja, azt hiszem, hogy igen. Kisebb, kisebb dolgoknál, de egyébként igen. Hogy volt ilyen. Uh -huh. Belemeltünk egyébként a fóba. Uh -huh. Mert hogy <laughs> gyorsan, vagy csapongani fogunk, meg, meg vissza fogunk még térni szerintem a nemes jelesre is, de hogyha már szóba került a fó, ott, ott Ausztráliába kellett kiutaznotok, erre a forratásra, hogyha jól értem, Igen. és ott, ott viszont már, ha jól tudom, akkor korábban bevontak a, a projektbe, tehát hogy már kimentél előkészíteni, és a, mert egy ilyen nagyon fura helyszínen játszódik egy nagyon kietlen, posztapokaliptikus tájon ez a, ez a film, ami viszont eredeti helyszínen a házat építettétek, csak felhajol. Is. Is, igen. igen ott, hát ott kimentem egyszer, egyrészt találkozni a rendezővel, ami nyilván nagyon fontos, hogy megérezzük, amiről az előbb beszélgettünk, hogy megérezzük, hogy a, vajon fog ez, ez működni, hogy mi tudunk egymással jól beszélni, és tudtunk különben nagyon jól. És aztán az karácsony előtt volt, és akkor hazajöttem, és aztán karácsony után. Ö, mentem vissza, és akkor már az előkészítésbe bele csaptunk gőzerővel. Amúgy ez a, ház, a, a ennek a filmnek a Patrice Vermet volt, aki egy Oscar díjas, az ő csinálta a dűnét többek a között, és a, és a Danny, -nek, a Villeneuve-nek a korábbi mm -hmm. filmnek is egy csomónak ő volt a, a Egy zseniális fickó kanadai. Üm. és volt ez a ház, amit felépítettünk valóban egy ilyen, teljesen furcsa. Egy, egy, egy olyan nem, most nemzeti park, ami egy erdő volt, ahol sok évvel ezelőtt, hogy a 70-es években kitalálták, hogy feldúzasztanak egy patakot, és elárasztották ezt az erdőt, és egy ilyen egy tó lett. Aztán rájöttek, hogy ez mégse olyan nagyon jó ötlet, és aztán leengedték ezt a tavat, és ott maradt egy, egy, ilyen kiszáradt, sok hektárnyi erdő, ahol minden fa meghalt, mert ugye víz alatt voltak és meghaltak. Aha. És ilyen kiszáradt fákból egy, egy ilyen hihetetlen nagy terület, ami nagyon gyönyörű abban a szempontból, hogy tényleg így hordozza ezt az elmúlást e, vizuálisan. És akkor ott kaptunk engedélyt, hogy fölépítsük ezt a házat, és aztán ezt a házat fölépítettük egy műteremben is, és akkor az eredeti helyszínen a műteremben is forgattunk. Van, van az a egy ilyen elég jellegzetes, vagy nagyon emlékezetes rész az is teljesen eredeti helyszín, ahol ilyen rózsaszínes lápos vidéken mászkál a, Igen. a két főszereplő. szereplő. Hát az ez is egy ilyen, egy ilyen hely, ami megint csak erről furcsa természet haláláról, tudod, ez egy kiszáradt sóstó, és ott valami olyan anyag van a, a, a földben, amitől ez a rózsaszín egyszerűen így... nagyon durván néz ki nagyon, egyébként. Nagyon, igen, ez is, ez is Dél-Ausztrália. Ab abban egyébként a szerepet és tudom, hogy a rendező, meg erről már beszélgettünk, hogy, hogy számodra az a legfontosabb, vagy, vagy neki nézel utána, talán a leg, leginkább, hogy, hogy elvállalsz egy projektet, hmm. mint a rendező személyének előző munkáinak, de ennél például kíváncsi vagyok, hogy az mozgatotta, -e, hogy az is mozgatotta, -e, hogy azért nem tudom, Ausztráliába, Dél-Ausztráliába forgatni, az, az, azért kevés szer jöhet össze valószínűleg egy operatőr karrieri során. ez, során. Ez, ez nem annyira szempont azért, tehát hogy, hogy annyira nagy ö, érzelmi és időbeli és energiabeli befektetés egy film, hogy, ezért itt itt azért ez, ez nem, nem feltétlenül a szempont. Itt tényleg az a szempont, hogy az az ember és az a, az a, film, amire én igen mondok, az, az tényleg érezem, hogy megéri a belefektetett időt és, és energiát. És kevés, tehát nekem azért viszonylag kevés olyan film jön be, vagy forgatókönyv érkezik, ami, amiről azt gondolom, hogy hú, ez, ez, ez csodálatos. És, és, akkor, hogyha van egy olyan, amiben látok lehetőséget, akkor azért azt nagyon megfontolom, és ez mindenképpen olyan volt. Itt, itt, itt az, ebben a történetben talán annyit elspoilerezhetünk, vagy ez nem spoiler, de hogy ugye itt egy Kvázi kamaradrámát látunk, uh -huh. tehát egy majdnem végig egy, egy házbelsőben forgattatok egy egy házaspárról, és kevés dologból egy film elejé feliratból, meg néhány a próbiál derül ki, hogy, hogy ez a jövőben uh -huh. játszódik, hogy, hogy téged, ez, ez a. mert hogy a, az életművedet nézve, az, az jön vissza sokszor, hogy, 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 hogy mint hogyha ez. Kevés eszközzel szeretnél, vagy kevés eszközt használsz akkor, amikor, amikor emberi drámákat, vagy emberi kapcsolatokat ö, ö, mutat be egy film, és ennél is azt éreztem, hogy, hogy itt igazából ez, ez a házassági dráma, ez bárhol, vagy bármilyen időben játszhatna, ez, ez fogott meg ebben a könyvben egyébként? Hogy, hogy nem annyira szifia akar lenni? Ö, az is megfogott volna, hogyha nagyon szifia akart volna lenni. Aha. Tehát, hogy teljesen nyitott vagyok, tulajdonképpen bármilyen műfajú dolog iránt, hogyha abban érzek valami emberit és valamit, amit ehhez tudok kapcsolódni. Ez a, ez a forgatók egy csomó dologról szól, ami, ami foglalkoztat, és amit fontosnak tartok, és ez volt a fő ok, de de igen, amúgy meg szeretek kevés eszközzel dolgozni, ezt te tök szépen látod, de csak azért, mert nagyon hiszek abba, hogy hogy, a, hogy az egyszerű az sokszor sokkal erősebb, mint valami, ami nagyon látványos, és aztán én nagyon félek azoktól a dolgoktól, amik ilyen trendek, mert azt érzem, hogy nagyon rosszul öregednek, és nagyon sok olyan filmet tudnék felsorolni, nyilván nem fogok, amiről azt érzem, hogy akkor, amikor ezek megszülettek, akkor öletesen trendik voltak, és megnézted három, négy, öt, hat évvel később is kifejezetten ciki és hogy ezt nagyon szeretném elkerülni. Tehát, hogy nagyon szeretnék olyan filmeket csinálni, mert viszont nagyon sok olyan filmet is fel tudok sorolni, ami uh -huh. akár 50-70 évvel később is elképesztően megállja a helyét, és, és, és még, ma, még, még ma is azt gondolod, hogy bőven megelőzi, még, uh -huh. a, még a mostani kort is. Itt, it, olyan, olyanra gondolsz, hogy, hogy, direkt nem használsz, nem tudom, olyan lengsét, vagy, 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 nem, nem ilyen paródiaszerűen elsz egy korszak lefestéséhez, itt ilyenekre kell gondolni, hogy, hogy, hogy vissza, visszafogod magad, hogy, hogy, úgy veszed fel, mint, hogy, mint egy teljesen ö, ö, kortárs filmet játszódjon akárhol. Igen, tehát hogy nem, nem haszn vagy próbálom, tehát nyilván ez megint csak megítélés kérdése. A szándék az az, hogy, hogy hogy megpróbálni ö, valahogy egy eleganciát belevinni a, a, a filmekben, és a, a filmekben, és az elegancia alatt azt érzem, hogy, hogy, hogy letisztultságot, hogy eszköztelen, vagy, vagy, hogy, vagy csak, a, csak a tényleg szükséges eszközöket, ö, és semmi, semmi olyasmit, ami önmagáért való, és, és, általában azok a filmek, amiket én szeretek, azok, azok így szoktak fogalmazni. Te hogy mondjuk ne, ne, vagy, hogy ne, ne, tűnjön fel a, a munkád ilyesmire, és gondolod, hogy ne, ne, az ugorjon ki egy nézőnek, hogy ó, ezt, ó, hát ezt valami Abszolút. nagyon különleges módon vették Abszolút. fel. Abszolút. Tehát, hogy és nyilván nem én mondom ezt, mondjuk a Roger Deakins, aki tényleg a korunk egyik legnagyobb operatőre, ő is a interjúkat, ő is azt mondja, hogy az a jó operatőri munka, szerinte, és teljesen egyetértek ezzel, ami láthatatlan. Tehát, hogy ne az operatőri munka legyen a feltűnő, hanem az operatőri munka minden mozdulatával a filmet szolgálja. És azt szolgálja, hogy a néző, amikor nézi ezt a filmet, akkor ő akkor a hatása alá kerüljön. És hogyha az a foglalkozik a néző, hogy hú de szép, vagy hú de csinos, vagy hú de szexi ez a dolog, akkor nem arra foglalkozik, hogy miről szól a jelenet. És ez szerintem baj, legalábbis számomra. A, a fóra visszatérve, mert hogy azért is jutott eszembe ez, hogy hogy, 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 hogy néz ki ez a, a film, mert hogy talán visszaköszönt valami kritikában és hogy akár játszódhatna a ruháik, a, a, az, az, arcok miatt, ez egy 60-as évekbeli film is lehetne simán, mm -hmm. vagy, vagy szóval, hogy ez, ez például a Garth Davis szelet átbeszéltétek, hogy, 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 hogy semmiképp sem úgy nézzen ki az a belső, mint, egy, mint, mint amit mondjuk egy skifiről elsőre beugrana. Persze, sőt, hát ez nyilván mielőtt én ebben a filmben megérkeztem, a, 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 Patrice, a, a, a diszlettervező aki nyilván több, mint egy díszlettervező, mert ugye az angol elnevezés az egy production designer, ami sokkal többet jelent, mint az, hogy mi a díszlet, Felépít, igen. hanem ott, ott tényleg egy, egy, az egész filmnek van egy vizuális koncepciója, hogy, hogy mik, ezek a, mik ezek a terek, mik ezek a tárgyak, mik, mik ezek a ruhák, amik körülveszik és, és ezeket a szereplőket. Tehát ez nagyon hamar már le volt fektetve, hogy ez, ez a szándék, amivel nagyon tudok azonosulni. Tehát, hogy a sci az különben tényleg pont az a, az a műfaj ami a leg legrosszabbul öregszik tehát hogy amire most azt gondolod hogy fú az majd a jövő az tényleg olyan hogy jaj ne most tényleg azokat a telefonokat hagyják. Kev kevés is maradt fennem úgy tehát hogy igen hát van. van, van. Én mondjuk a 2001 es a Kubrick az tényleg egy vizionárius aki tényleg megalkotott a 68-69-ben a 2001 es című film egy olyan világot, ami mind a mai napig tökéletes, és van benne egy furcsa retro érzés, de közben meg már ez a retro, az, az már megint rendi, sőt, az, tehát hogy így merjen. ilyen, de hát, hogy, hogy, hát, hogy le, ledobja nagyon. magáról ezeket a korszakokat, Igen, nem? Vagy, hogy így, tehát így hogy nem... Az, az, az mind a mai napig tökéletes szerintem ez a film, és, és hát nagyon kevés ilyet tudok. És akkor ez egy tök jó ötlet, hogy azt mondani, hogy a jövő az inkább a múltra hasonlítson, mint valami általunk megpróbáljuk elképzelni, milyen lesz a jövő, mert is mellé nyúlunk. Igen, valószínűleg, valószínűleg azok öregednek azok az kifik a legrosszabb, ahol, ahol nagyon be akarják mutatni, nem, hogy milyen lesz a technológia, milyen. vagy, vagy ö, még a fóra visszatérve, mert ez, ez nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy ha már feltűnik a te munkád egy nézőnek, akkor, akkor valami baj van valószínűleg a filmmel. Viszont ahogy olvasgatok a, a filmről, meg így megnéztem a kritikákat, kb. azt tűnt fel, nagyon furcsa volt, hogy a neved néha többször felmerül, mint, mint a rendező, és hogy, hogy, ezek egyébként nem is voltak túl kedvező kritikák a, a, a filmről, hogy, hogy <laughs> mert ugye azt emelték ki, hogy te és a színészek is, ugye Paul, Paul van szó, és uh, Szorsi uh, Ronanről, Szorsi Ronanről, <laughs> bocsánat, igen. kell uh, korunk két meghatározó, sőt, valószínűleg a következő évtizedet is meghatározó színészről van szó, hogy ők, és ebbe a kaszba téged is beraktak, hogy ti nagyon küzdötök, és nagyon lekszik a, a, behetett munka, de valahogy a film nem állt össze egészen. Hogy te, te, milyen típus vagy ilyenkor? Azonnal elkezded olvasni a, a, a megjelent kritikákat a megjelenés után, vagy inkább hagyod, hogy, vagy később jussanak el ezek hozzád? Ne, engem érdekel, nagyon érdekel a fogadtatás. Kevés olyan kritikát találok, ami, hogy mondjam, szakmailag megalapozott. Sokszor ilyen, tehát ez a kritika műfaj is, mint az újságírás sajnos nagyon felhigult, szerintem. És sok olyan ember mond ilyen nagy kinyilatkoztatásokat, aki tehát három mondat után kiderül, hogy igazából fogalma sincs, hogy miről beszél. Az rossz, de hát próbálok keresni olyat, akit viszont, akit viszont ö, ö, értek, hogy mit mond, meg hogy szemmel ő is ért, hogy mit mond, és akkor az, hát abból tanul, tanul az ember. Tehát, hogyha ha vannak jó meglátások, akkor hát az abból szerintem csak tanul az ember, hogy, Uh -huh. aha, aha, ezt itt rosszul gondoltam, és amit én meg a szándékom volt, az nem ment át, vagy ennél az embernél nem ment át. Szerintem azok fontos visszajelzés. Vagy ez az, az ember más, más, más gondol Persze. arról, ami, amit te meg valamilyen szándékkal, vagy valamilyen szándékkal felvettem. Így, így, így van. De hogy akkor nem nem az a típus, vagy aki, aki akár egy ilyen negatívabb kritika után így hanem inkább megpróbált kiszedni akkor a ami hasznos belőle? Igen, a fónás sajnos nekem is, tehát hogy nem, nem voltam meglepve, amikor ezek a kritikák kijöttek. És hát ez is egy tanulság, hogy hiába érzi úgy az ember, hogy itt valami szerencsés csillagzat alatt száll, nagyon nehéz jó filmet csinálni. Igazából a rossz filmet is nagyon nehéz csinálni. Filmet csinálni nehéz. Jó filmet csinálni meg iszonyú nehéz, mert, mert annyira sok mindennek kell klappolnia, és, és sok mindenre operatőrként van hatásom, és sok mindenre meg egyáltalán nincs. Itt mi volt a fó esetében, ebben sem szeretnék így nagyon tapiskolni, csak, csak, csak erről szerintem ritkán mesélnek alkotók, hogy, hogy, hogy például ott már a forgatás alatt volt benned egy érzet, hogy valami nem biztos, hogy, hogy oké okay lesz ezzel a a filmvel, vagy nem érzed magad annyira komfortosan benne? Ö, sajnos nem, sajnos előtte már, tehát az előkészítés folyamatában Ugye, a, a, amiről beszéltünk, hogy a Lászlótól hozom ezt a, ezt a kritikus megközelítést, és hogy én egy csomó csomó kérdést feltettem a rendezőnek a forgatókönyvvel kapcsolatban, ahol problémákat éreztem. Illetve fölmerült egy csomó olyan dolog, aminél azt éreztem, hogy hihetetlen lehetőségek filmkészítőként hihetetlen lehetőségek uh -huh. nyílnak meg, attól, hogy milyen gazdag ez a forgatókönyv. És erről nagyon sokat beszélgettünk, de nagyon kevés kérdésemre kaptam olyan választ, ami valódi válasz volt. És aztán eljutottunk oda, hogy, hogy már. Tehát, hogy kicsit kifutottunk az időből, és aztán amikor forgattunk, akkor ezek a kérdések újra felmerültek, de nem tőlem, hanem a színészektől. Aha és a, az egy, Úgy érted, hogy visszaköszönt olyan, amit már te is... Aha. És ez nagyon-nagyon rossz volt. Mert azt érzem, hogy ez egy ilyen elszalajtott lehetőség volt. Tehát, hogyha ezek a kérdések idejében valódi választ kaptak volna, akkor akkor ez a film, ez valószínűleg sokkal-sokkal jobb lehetett volna. És nagyon rossz, amikor azt hallod egy forgatás közben, hogy a színészek azt kérdezik, amit te három hónap ezelőtt feltettél, ami tényleg alapvetően befolyásolja akár az adott jelenetet, de a film, akár a film egészét is. És akkor érzel már nem nagyon tudsz mit csinálni ott. Uh, ott, se, ott se voltak válaszok sajnos, és akkor. Uh, hát, és akkor, akkor ez, ez, ez. Megpróbáltak valamit kihozni ilyenkor, kihoz, gondolom. Me megyünk megyünk vagy az, az előre kijelölt nyomon tovább, holott az, 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 abból ez érződik, hogy ez nem ez az a jó irány. És ilyenkor is lehet, hogy aztán mégiscsak, tehát a, a, a vágás az egy totál mágikus dolog, és, és elképesztő filmek, tehát olyan, olyan filmekből lehet vágással csodálatos dolgokat, mesterműveket csinálni, amiről nem is gondolnád, sőt olyan filmekről, amiről azt gondolod, hogy most egy mesterműt készítünk, aztán lehet ki, nagyon rossz is, tehát hogy nem lehet tudni. Vagy, vagy, vagy én biztosan nem tudom megmondani egy forgatás közben, ha csak nem teljesen egyértelmű, hogy, hogy ez most nagyon jó, vagy ez most nagyon nem jó. Nagyon ritka. Ráadásul tényleg, amikor olyan színészekkel vagy körül, akik tényleg minden pillanatuk zseniális, tényleg, akkor hajlamos vagy ezt így... Tehát akkor annyira hatása alá kerülsz ennek, hogy akkor, akkor kevésbé gondolkodsz. Kicsit elfelejted. Igen. És, és hát akkor úgy, igen, tehát akkor úgy be, becsapod magadat. És aztán, amikor elkészül a film, akkor meg szembesülsz az, hogy hát igen, de hogy ez így nem annyira működik, és az baj. R Részt vettél mind a két félében, tehát hogy volt olyanra is példa, hogy, hogy a, amit mondta, hogy a vágás során lehet, hogy te nem érezted olyan jól magad a forgatáson, vagy nem érezted olyan erősnek azt az anyagot, és közben a vágás során csodát műveltek, előfordult veled? Hát en, ilyen ennyire extrém ennyi... verzió nem, de, de azért picit igen. Aha. Picit igen. És amikor amikor ilyen kaliberű színészekkel dolgozol, és ők is ott kérdezgetik, hogy biztos így kell mm. ezt csinálni. Akkor bennem ilyenkor az merül fel mindig, hogy ők megtehetnék, nem hogy akkor nem tudom, félgőzzel ö, ö, nyomják tovább ezt a, ezt a produkciót. Na. De ha jól értem, akkor. É, nem tehetik ak meg. Ezek ez az emberek szuper profik. És egy film azért az örökké valóságnak készül idézőjelben nyilván, de hogy, hogy nem, tehát egy, egy, egy színész, tehát meg ezek a színészek, tehát csak ezer százalékkal dolgoznak, tehát hogy, hogy nincs olyan, hogy ők ne tennék bele magukat. Ezért ennyire fantasztikus színészek, és ezért ennyire sikeresek, mert minden kocka, ami rögzítésre került, az uh -huh. abban ők a több mint maximumot nyújtják. Még akkor is, hogyha ilyen kétel van. Aha, mindig. Aha. Mert ők is tudják, hogy tévedhetnek. Sőt, azt is tudhatják, hogy hogy, lehet, hogy lehet, még azt is lehet, hogy igazuk van, de mindegy. Akkor is most azért vagyunk itt, hogy a rendezőnek a vízióját szolgáljuk uh -huh. mindannyian. Én is, ők is, mindannyian. Az egész stáb azért van itt, mert van egy ember, aki azt mondja, hogy ez a filmem, és én ezt akarom létrehozni. És akkor azért vagyunk ott, hogy nyilván felteszünk kérdéseket, de aztán egy ponton mindegy. Ez nem egy, ez nem egy demokrácia, egy filmkészítés. Igen, ez az igen. Azért igen. érdekes benne, hogy, hogy itt nem szavazunk arról, hogy akkor most így legyen a jelenet, vagy úgy, legyen. nem. Van egy ember, aki azt mondja, hogy így lesz, és akkor úgy lesz. És akkor lehet kételkedni, lehet bármit gondolni, de azért vagyunk ott, hogy ezt, ezt a víziót, ezt megvalósítsuk a rendezőkkel való viszonyodról már, már, beszéltünk, hogy hogy lehet ezt a bizalmi viszonyt kialakítani, vagy mind múlhat ízlés, ízlésbeli dolgokon, de arra is kérdések, hogy a színészel azért később, a folyamatban később találkozol, viszont úgy érzem a szavaidból, hogy nagyjából ugyanolyan, vagy talán fontosabb is, hogy velük is legalább ilyen bizalmi viszonyod legyen, tehát hogy tudjátok úgy beszélni a forgatási szituációban, hogy, hogy ne, hogy például ez a két el, ne, legyen, mm. ne legyen, a színészben benne, hogy vajon, vajon jó instrukciót adta el az adott pillanatban. Én nagyon-nagyon szeretem a színészeket. Nagyon. Tehát, hogy egyrészt végtelenül tehát tisztelem a, a, munkájukat, mert, mert azt gondolom, hogy hihetetlen nehéz helyzetben vannak a kamera előtt, és nekem nagyon-nagyon fontos, hogy a tőlem telhető eszközökkel egy olyan közeget teremtsek a forgatáson, hogy ők minden szempontból biztonságban érezzék magukat. Tehát olyan emberekkel veszem maguk körül, magamat körül, akik pontosan értik, hogy, hogy milyen tisztelettel és odafigyeléssel állunk egy színész mellett körül, úgy, hogy végezzük a munkánkat, hogy a lehető legkevésbé legyen az intruzív, hogy, 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 kommunikálunk egymás között, hogy, hogy, kommunikálunk, illetve nem kommunikálunk egy színésszel, tehát hogy, hogy ezt ki kell érdemelni. Hogy, uh -huh. hogy egy színészhez én hozzászólhassak. Tehát, hogy, hogy én mondjuk azt tanultam az iskolában, hogy egy színészhez én nem szólok soha. Uh -huh. hát alap, hogy nem szólok. Ha, hát, ő, a, a ha rendező szólhat? Csak az asszisztens beszél egy színésszel, meg a rendező aha, beszél. Színésze, én nem, nem adhatok instrukciót, és nem is. Uh, nyilván, hogyha kiérdemlem, ha eljutok oda, hogy, hogy én, hogy mondjuk megkérdezi egy színész, hogy így, szeretne, így a jobb vagy így, úgy a jobb, akkor, akkor természetesen arra válaszolok. Sőt, az is lehet, hogy aztán eljutunk egy olyan olyan viszonyig, ahol, ahol már mondhatom azt neki, hogy fú, figyelj, de rendezővel együtt, hogy figyelj, hogy akkor az nem lenne jobb, ha így, és akkor... Uh -huh. akkor de hogy az, az egy nagyon bizalmi viszony, és nagyon ki kell érdemelni. Ö, és és ne, nekem ez nagyon fontos, hogy ez, hogy ez megszülessen, mert, mert ha, ha meg tud születni, akkor szerintem egészen szuper dolgokat lehet csinálni úgy, hogy, hogy a színészeket bevonjuk ezekbe a dolgokba, és bevon, van egy ötlet, egy, egy vizuális ötlet, mm -hmm. és ha bevonódik, és érti, hogy mi a szándék, akkor, akkor, akkor ez bármi a film szolgálta beletelteni. És mondok erre egy példát. A, a Nest című film, amit a sonnal csináltunk, volt egy jelenet, a Kerry a Kunnal, ami egy ilyen szóhóban, egy bárban játszódik. És az volt az ötlet, hogy úgy világítjuk, világítottuk ezt a, ezt a jelenetet, hogy föntről jött a fény szinte uh -huh. kizárólag. És nagyon kevés fényt használtam, és az volt az ötlet, hogy. és ebben vontam be a, a, a Carrie-t, hogy, hogy, hogy mivel föntről jön a fény, ha ő ha, ha akar, akkor ő eltűnhet ebben a jelenetben. Tehát, hogyha picit lehajtja a fejét, akkor uh -huh. nincs, nincs az arcen fény. És eltűnhet benne. De hogyha, hogyha ki akar ezt nyitni, ha, ha a fény fele fordul, akkor ezt ki tudja nyitni. És hogy ez egy, ez egy dinamikus dolog. Ez egy eszköz számára. totálisan e, 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 ff, nagyon erőteljes eszközé válhat. De csak akkor, hogyha ő ezt tudja, megérti. És akkor volt egy kis megbeszélés, hogy, hogy és egyrészt a Sean-nal, hogy, hogy ez, ez oké-e? Okay hogy ez, uh -huh. ez jó-e, hogyha van olyan része ennek, ahol a, a, Kerry el tud tűnni, a Kerrynek jó ez, és, és, hogy, hogy ő hogy akarja ezt. És akkor ezt beszéltünk a három szót, uh -huh. Állatira tetszett neki, iz, izgalmasnak tartott az ötletet, és akkor, és hogyha megnézed a jelenetet, egy barami jól használja Hogy ezt. használja is ezt. És, ez, és ez, ez, ez egy olyan nagyon pici ötlet nyilván, és semmi, de közben meg mégis ezektől annyira jól működnek ezek a dolgok. Jó, és hogy ezt említetted a sont, mert hogy, hogy, a Sean Dörking rendezőt, mert hogy, hogy nála érzem, ahogy beszélsz róla, ahogy felmerül az ő neve a, a veled készült beszélgetésekben, hogy, hogy nekem, a, nekem, úgy tűnik, hogy hasonló szintre jutott el vele, mint, mint a nemes éles mm. hogy, hogy ott például megengeded magadnak ezt, hogy, hogy akár félrehívod és megbeszélitek vele, hogy ebben a, ebből a jelenetből akár még ezt is ki lehetne mm. hozni. Vele már a, a már a Nest előtt is Igen. volt munkakapcsolatod, amiatt is juthatatok el a Nest forgatásán például ilyen, ilyen szituációkban, hogy már nem, nem kell úgy körbe tapogatnotok egymást? Persze, mi csináltunk egy, egy hosszabb projektet, ez egy, ez egy ilyen limited series, egy négy epizódból álló ö, tévésorozat, angol, brit, ö, egy nagyon nagyon erős és nagyon sötét történt, az a South Cliff, nagyon ajánlom amúgy, szuper színészek vannak benne, ahol, ahol, ahol dolgoztunk először együtt, és ez egy, azért egy jó hosszú tanulási folyamat volt, hogy meg, megértsük egymást, de az nagyon tulajdonképpen az, egy, az, szép lassan, de ez egy nagyon jó munka kapcsolattá alakult, és aztán a NES-nél meg már valahogy igen, az, az egy ilyen furcsa, ilyen nagyon szerencsés csillagzat alatt született dolog volt, hogy így nagyon-nagyon éreztük egymást, és nagyon tudtam, hogy ő mit keres, és nagyon jól tudtam opciókat felmutatni, hogy, 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 hogy... És az egy ilyen egészen különleges élmény volt annak a forgatása. Gyakorlatilag nem is nagyon beszélgettünk. Tehát, hogy ilyen nagyon a for, Már a forgatás se alatt? Se előtte, se alatta. Tehát, Aha. hogy így, így bementünk a bementük a helyszínre, és így, így, tudtuk, hogy csak így egymásra néztük, és tudtuk, hogy hova kell kerülnünk. Tehát nem, nem tudom, nem akarom ezt így misztifikálni, mert nyilván nem, de hogy, de hogy tényleg, ez nem, az, az nem egy ilyen fejvakarós megbeszélős volt, hanem így valahogy mindig beálltunk egy sarokba, és akkor oda, oda tettük a kamerát, tehát hogy egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon harmonikus dolog volt. Ö, jó is elmitette, hogy, hogy, hogy dolgoztál azért sorozaton, még ha a Limited Series is volt, hogy, hogy kint is már pegzegettem ezt, hogy, hogy az viszont feltűnő az életművedben, hogy miközben reklámot vállalsz, meg, meg, meg egy ilyen Limited Series volt a pár során, de hogy, hogy, hogy a sorozatok elkerültek, vagy te kerülöd el őket, és akartalak erről kérdezni, hogy ennek van-e valamilyen oka, vagy egyszerűen így, így rendezed az életedet? Ö, azt hiszem, hogy nem találtam még meg olyan projekt, amire azt mondanám, hogy megéri belefektetni azt a mondjuk igazából egy, egy season, egy évfolyam év sorozat, az körülbelül egy évig készül. És hogy, hogy, ez, hogy, hogy, nem találtam még olyat, olyan sorozatot, amire én azt éreztem volna, hogy, hogy egy évemet erre akarom uh, szánni. Nyilván van, lenne, lenne olyan, tehát el tudom képzelni, hogy kikkel és mit, aminél azt érezném, hogy ez ez megéri. Egyelőre még nem volt ilyen azon a, azon a son, sonos dolgon kívül. Igen, mert ugye ezért teszem, hogyha például a soan ezt a történetet, mert most már az iron klóra is majd lassan életünk, de hogy ha azt a történetet azt mondja, hogy 5-6 részben, mert egyébként simán el tudom, el tudom képzelni a fejemben, akkor azon már elgondolkodtál -e, volna, hogy arra rádozol. Hát figyelj, son, hogyha hív, <laughs> akkor megyek. Szóval, hogy, hogy, hogy én annyira, nekem ez annyira jó az vele való munka, hogy, hogy, hogy mennék, szerintem bármit csinálni. Aha. Még egy dologra vissza akartam térni, mert hogy a Kerikont említetted, hogy vele eljutottál el például erre a, erre a szintre, hogy, hogy te is úgy érezted, hogy, hogy, hogy megengedheted magadnak, hogy, hogy akár tanácsot vagy, vagy véleményt formálj meg a, a forgatáson. Vol, vol, Vélemény nem. Vagy, <gül> <gül> vagy nem, úgy véleményezni, amit csinál. Nem, nem, is a munkáját, hanem úgy értem, hogy, 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 hogy mivel, mivel játszhat ő akár Aha. még a forgatás során, hát. hogy, hogy, erre akartam még rákérdezni, hogy volt, volt még ilyen a mostani, tényleg nagyon nagy nevekkel dolgozol, hogy akivel eljutott el ilyen, ilyen szintre, kicsit ilyen bensőségesebb. <laughs> Munka viszonyban. Az Iron Claw annyira feszített tempóban készült, hogy nem nagyon volt erre igazából lehetőség. Nagyon-nagyon gyorsan kellett forgassunk, sajnos, szóval egy nagyon-nagyon feszített tempóban. Ott valahogy ez kevésbé merült föl, hogy erre szükség lenne. Ott a holt, aki az apát játsza, ő egy fantasztikus ember, ő a David Finchernek volt a színésze nagyon régóta, tehát ő már a Fight Clubban is volt, az Alien, aliens ugye azt csinált a, a és, Fincher. És aztán a Mindhunter. És aztán a Mindhunter csinált a, végig, tehát ő a Finchernél az az iskola. nőtt föl, ami egy nagyon kemény iskola, <laughs> és ő, ő, egy fantasztikus muki, aki minden nap úgy jön be, hogy Sean, van egy kérdésem, és nagyon jó kérdéseket tesz föl, nagyon, nagyon okos dolgokat, ami sose róla szól, sose az ő egójáról szól, hanem tényleg a, 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 a karakterről, a jelenetről. És hát akkor a, a, ő, ő volt az, aki ezt igazán igényelte, és ő volt az, aki vel aztán mert lett is ilyen, hogy, hogy ő kérdezte tőlem, hogy akkor, hogy akkor így, így üljek, vagy, vagy, vagy így üljek. És mondtam, hogy. Hát, ahogy Ez me 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 megoldom mind a kettőt. Tehát, jó, de melyik a jobb? Hát, hogyha így ülsz, az lehet, hogy oké, akkor is úgy ült. De ő egy ilyen szuper precíz, elképesztő figura. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen mániákus. De egyébként neki szerintem ez a, ez a, film egyébként megint egy ilyen nagy, nagy tehát hogy kicsit, kicsit, csodálkozom is, hogy, hogy Picit eltűnt a, a, a most, most nyilván az Oszkárra jelölt filmekről van inkább szó, uh -huh. és a decemberben mutatták be tenni az Iron Amerikában. Igen. Hogy egy picit azt érzem, hogy, hogy ebben sajnos eltűnt ez a, vagy nem, nincs annyira szó róla, miközben például az ő szempontjából is ez egy ilyen karrier, ez az egyik egy karrier csúcs, amúgy ez az apa, oh, yeah. apa szerep. Egy, és egyébként, amikor ő, ő bejött és kérdéseket, ő fel, akkor, akkor az, arra például a Sean hogy reagált? Mert hogy nekem olyannak tűnik, hogy, hogy ő ott már nem szeretne annyira ezekről, vagy hogy, hogy, hogy már túl van ezeken a kérdéseken. A Sean, nagyon, ő egy nagyon-nagyon okos fiú, és nagyon pontosan tudja, hogy különböző színészek, különböző igényeik vannak. Tehát van, aki fontos, hogy beszélgessenek dolgokról, és akkor beszélget velük, vannak színészek, akiknek békén kell hagyni, és akkor békén hagyja őket. Tehát, hogy ő egy ilyen elképesztő empatikus ember, és nagyon pontosan tudja, hogy hogy éri el, amit szeretne, iszonyatosan kevés eszközzel, és kevés, nincs, nincs semmi csinadratta, hanem, hanem oda megy, sug egy mondatot, vagy mond valamit, és akkor felveszünk még egyszer, és akkor hirtelen zseniálissá válik egy kevésbé zseniális jelenet. Ő, ő teljesen jól tett, hogy nevetgéltünk ezen, hogy már, már megijjön a holt, hogy Csóan? Tulajdonképpen beleszámoltátok akkor persze. az időbe, hogy ez hogy akkor lehet, hogy fél órával hosszabb nem, lesz. Az, ez, ez, ez ilyen, tehát hogy nem, nem ezeket a kérdéseket nem lehet lesöpörni, mert, mert, mert ezek teljesen jogos és fontos kérdések, és, és fontos, hogy ez megint csak hogy egy színész úgy érezhesse magát, hogy nincs benne kérdés egy jelenettel kapcsolatban, hmm. mert pontosan tudja, hogy mit szeretne a rendező. És akkor ebben van, van olyan típus is, aki, aki meg azt mondja, aki, aki, meg úgy érkezik meg, hogy a könyvben megkapta, vagy már a rendezővel beszélgetve megkapta ezekre a kérdéseire igen. a választ, és tudja úgymond idézi a dolgát az adott helyen. Igen, és hogyha mégsem, akkor meg majd jön a soha, és azt mondja neki, hogy még kicsit gyorsabban, vagy kicsit lelkesebben, vagy bár, bár. bár. Igen, igen. Nem tudom. A Megint visszatérnék az eszköztelenségre, vagy hogy annak az igényére, hogy, ez, hogy a filmjeid, vagy amikben dolgozol, ne arról legyenek híresek, hogy, vagy ne, ne öregedjenek rosszul emiatt, mert, mert épp valamilyen trendnek akartok megfelelni, hogy a, a az Iron clone is ezért érezhető, hogy hiába a ruhák, a frizurák, az egész millió azok a, azok a bejegyzések, amik, amik a tév, az akkori mm. tévés bejegyzéseket idézik, azok elhelyeznek minket egy adott korban, de közben meg ha jól tudom, akkor ezt te is mondtad, hogy korábbi interjúidban, hogy azt nem akartátok érzékeltetni semmilyen eszközzel, meg, meg, meg a felvételek során, hogy ilyen retro feelinget mm. adjatok a, a, a ennek a történetnek, hogy hogy, tehát, hogy teljesen mai eszközökkel vettétek fel, ha jól értem. A... Majdnem. Tehát azért, hogy mai eszköz, tehát hogy nem feltétlenül egy ilyen hipermodern megközelítési módot használunk, tehát nem, tehát például sonnal, amúgy a Lászlóval is filmre, filmre, forgat. filmre, forgatunk, ami most mai eszköz vagy nem mai eszköz, ezt nem tudom megítélni, elképesztő reneszánsza van a filmre forgatásnak, szerencsére. Tehát volt egy pillanat, amikor ez majdnem eltűnt. Tényleg egy hajszál választott el, hogy, hogy ez eltűnjön, de szerencsére nem tűnt el, és, és ezért ezt, ezt lehet használni. És én imádom, mert gyönyörűnek tartom. Ebből a szempontból ez nem feltétlenül egy ilyen high-tech mai eszköz, de abszolút ma is használt eszköz, sőt, egyre inkább használt eszköz. Ö, és igen, tehát hogy hogy pontosan azt éreztük, hogy amit te is mondasz, hogy a, a, a helyszínek, a ruhák, a haj, a a, 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 szereplőket körülbelül tárgyak hordoznak egy korszakot, amit nekem nem kell erőltetnem, ráerőltetnem még a nézőre, hogy értse, hogy ez nem majátszódik. játszódik. Üm. és ezt igen, ezt fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy miért, miért, tehát miért kéne szuszakoljak valamit, ami, ami amúgy látszik. Tehát, igen, elég, elég egyértelmű igen. A, sor, a, 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 filmről, igen hogy, igen, hogy, ez mikor, vagy igen. mikor járunk. Igen, így. Hogy, hogy miért kéne ezt nekem aláhúznom szövegkiemelővel, meg felkiáltójel, meg döltbetűvel, meg, tehát hogy ez nem, nem kell. Ez, 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 ez ezt látod, és ez, ez, volt a megközelítési mód. Van, a, amikor a Kerikúnos uh, jelenetről meséltél, akkor, akkor nekem bevillant egy, azt hiszem, hogy számomra ez a legemlékezetesebb jelenet a, a, az Iron claw ból amikor uh, ez, ez lehet, hogy spoiler lesz. Uh, szóval majd itt. Nem aki, aki, még, aki még szeretné megnézni a filmet, az az lehet, hogy itt erre, de hogy, hogy uh, amikor egy serem White uh, karaktere elnyeri végre a, a, a világbajnoki uh -huh. címet, és ül, már a, a Von Eric lakásban uh -huh. otthon, és lejön a, a lépcsőn hozzá az Ekefron, uh -huh. és, és egy ilyen sötét uh -huh. a konyhában üldögélnek, és hogy valahogy ott, ott, ott érintett meg engem leginkább ez, hogy, hogy, mennyire mennyire rájuk volt erőszakolva ez a szerep, és egyszerűen ott nem tud, vagy olyan érzet sem volt, hogy nem tudnak mit kezdeni a, a, a ezzel a helyzet, hogy megvan, uh -huh. és akkor, na és akkor most így, mit, na és hogy, hogy ott, 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 volt ilyen érzetem, hogy, 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 hogy szinte csak, csak fényjel játszanak, vagy az, azzal játszanak a színészek, de javíts ki, hogyha teljesen másképp vettétek fel, vagy, hogy, hol előbukkan egy picit az arcuk, hol háttérbe húzódnak. Igen, ott, ott kerestünk egy hangulatot, ami, ami ezt a, már, már, a család alszik, még azért a konyhában égve maradt egy lámpa, és ez, egy, ez, ez, nekem ez egy, valamiért ez egy ilyen hangulat a fejemben. És, és akkor ezt megmutattam a sónak, hogy ezt ennyire kevés fényel gondolom, és hogy ez oké-e, okay hogy, uh -huh. hogy nem látjuk a színészeket, Igen. vagy hogyha elfordulnak a fényben, nem látjuk a színészeket. És akkor azt mondta, hogy abszolút, tehát hogy ez kifejezetten, és ezt a színészek is tudták, és, és, és aztán ez nem volt ennyire tudatos ennél a jelenetnél, hogy mikor van az, hogy belefordul, hogy mikor nem, de hogy pont Valahogy pont ettől szerintem van valami ereje, nagyon erős ereje ennek, ennek hogy, jelennek, hogy eltűnnek a sötétben. Sőt, ugye ki is vanul a, a, a Jeremy Allen White, azt van Igen. Tón, ebből a jelenetből így kisétel. És ott inkább. marad egyedül az ek, hogy nem tudom, hát ezek, figyelj, ezeket nehéz nice megmagyarázni, ez nem, mi, nem minden ilyen döntés feltétlenül ennyire tudatos, ezek sokszor ilyen érzelmi uh -huh. döntések, hogy vagy választások, hogy azt hiszem, hogy azt hiszem akkor, hogy ez, ez egy, ez egy, ez, ez a jó döntés. És akkor egymásra nézünk a rendezővel, és akkor ha ő ezt szintén úgy érzi, akkor, akkor lehet, elmente. ha meg azt mondja, mm -mm", akkor meg nyilván máshogy fogom ezt megcsinálni. Igen, igen. Am amiről még mindenképp beszélgessünk, mert ez a te és is egy új, új szituáció, hogy ha tehát itt mérkőzés, pankréksziós jeleneteket kellett, elég sokat forgatnotok, és ha jól értem, akkor ezeket teljesen, tehát nem csak annyit terveztetek meg, amennyit felvettetek, hanem itt, ha jól értem, kvázi teljes megcseket vettetek fel, és abból szemezgettetek aztán a, a filmbe. Nem? nem, hanem hogy a koreografiákat, tehát normálisan, vagy általában ezeket úgy szokták csinálni, hogy pici alkotóelemekre bontják, és akkor ezek külön snittekből állnak, és akkor felvesznek minden kis részt sokszor, és akkor a legjobbakat össze olvozzák, és akkor néha van egy dublőr, néha meg a szereplő, de hogy se a son se én nem gondoltam, hogy ez a jó módszer, hanem megpróbáltunk sokkal hosszabb koreográfiákat összerakni, uh -huh. és ezeket megpróbáltuk egybe fölvenni. Ennek a tökéletlenségével, a hibáival, és a bizonytalanságaival együtt, de még így is azt érzem, hogy, hogy pont a hibákból, meg a bizonytalanságból, vagy miatt jön, jön egy, egy ilyen, egy, ilyen, igazság, vagy egy ilyen valóság. Jó, hogy közelebb áll, a, vagy jobban átélhetővé válik a... Meg, meg, ez a világ, a, a pankráció világa azért ez nem egy ilyen tökéletesre csiszolt dolog. Tehát abban rengeteg bizonytalanság van, abban rengeteg hoppit elcsúsztam, hoppit nem úgy fogtam meg. Tehát, hogy, és ez nagyon fontos, külön különösen az a 70-es, 80-es évek. Tehát, hogy ez nem egy ilyen mai, letisztul, tökéletes, hanem hogy ez, ennek, ez, ez koszos, ez bizonytalan, ez, ez, nem annyira profi, ez nem... És ugye szerintem nagyon jót tett ennek a filmnek, hogy ez, hogy ez, volt a megközelítési módja. Igen, mert hogy erről is fontos beszélnünk, hogy, hogy ezt Képileg is, meg, meg néhány jelenet is, és erre, erre utal, hogy, hogy, hogy ezt érezze a néző, hogy itt persze lehet vixként kezelni, vagy lehet nevetni ezen a, ezen a sportágon, hogy mennyire megtervezett és mennyire uh, színházszerű, de közben meg ott egy-két sérülés, vagy egy-két hát, olyan abszolút. mozzanaton megérződik, hogy, hogy, hogy nincs egyáltalán minden előre uh, lefektetve Pontosan. benne. És, de hogy kérdésé fogalmazzam, az például olyan arra gondolsz tökéletlenségként, hogy, hogy szebben is fel tudtátok volna venni az adott ütés, vagy az adott Persze. összekapaszkodást. Persze, tehát hogy ezt visszatér az előző például, hogy ezt a szétbontod apró alkotóelemeire, akkor azokat akkor az iszonyú precízen, és tökéletesítve és sokszor felvezet, akkor tényleg lehet ebből egy ilyen Idealizált vagy egy ilyen szuper hősös verziót is csinálni. De hogy egyáltalán nem erről szól a film. Tehát itt nem, nem, ne, ez nem arról szól, hogy ezek az emberek szuperhősök lennének, hanem ez pont arról szól, hogy ez egy mennyire egy küzdelmes, koszos, izzadságszagú, uh, me iszonyatosan megterhelő dolog. És hogy egyszerűen azt éreztük, hogy ez a megközelítés, amit választottunk, ez sokkal pontosabban leírja ezt. Hát már a, a, az is elég emlékezetes, hogy azt hiszem, amikor a efront először, először a teste jelenik meg, a, hogyha jól emlékszem a, a, a képen, tehát a, a, hogy az ágyból ki kell, és már ott azt hiszem, hogy egy vagy, vagy, vagy érzed Igen. rajta, hogy már nagyon-nagyon ki van. Fáj. Hogy fáj, 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 fáj neki az ez élet. A, fáj az élet. Azt olvastam a, a Zac is, hogy, hogy ők, ők erre hónapokat készültek erre a, a filmre. Mikor találkoztál, vagy mikor... Mikor kezdtetek el előtte próbálni, vagy ezeket a prank -punk reakciós jeleneteket? Mennyi időtök volt erre? Pár hét, tehát hogy körülbelül két héttel a forgatás előtt érkezett az elk, és akkor volt egy ilyen nagyon feszített, egy ilyen gyors talpaló. Az a baj ezeknél a viszonylag kisebb filmeknél, tehát mindig az idő a probléma, az idő mennyisége, és hogy, hogy hogy ettől is nagyon feszített volt, hogy akkor megérkezett, és akkor edzés, 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 volt egy, 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 egy nagyon nagyszerű edző, aki segítette őket, de hát se kellett Ő, ő talán fel is a filmben. Igen, ő az egyik karakter, igen, a, igen. A, a sík, a sejk. <laughs> az Igen, első Igen, 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 Igen. Az egy, ő, nem... ő volt egy ilyen tanácsadó akkor az egész hát film során? Tanácsadó is, és edző is, és szakértő is egyszerre. Aha. Tehát ő, ő végig ott volt, a, amikor, amikor ezeket a jelenteket forgattuk, és ő folyamatosan a sonnal konzultált, hogy kicsit úgy, kicsit így. <laughs> mi, mi az, ami valóság? <laughs> meg úgy, hogy, vagy... hogy, 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 hogy lehet jobb, igazából, hogy lehet jobb. És a színészeken egyébként, ja igen, mert hogy erre még vissza, visszatérnék, hogy az idő, idő szűk egy ilyen, egy ilyen előkészület során, meg a a forgatás során is, de hogy, hogy ők mennyire tudták trenírozni magukat előre arra, hogy itt, hogy itt tényleg nem, nem szépen akarjátok felvenni ezeket a, ezeket a vagy hogy ez egy izagságszagú... Ez, ez, film. ez adódott, tehát hogy ez, ez, a koreográfia, másfél perc, van benne 24 mozdulat, tessék, és akkor én szaladgálok, mint egy őrült egy kamerával körülöttük, és volt, ami jobban sikerült, volt, ami kevésbé jól, volt, ami pont a kamera bizonytalansága, vagy a, a mozgása elkent, és kevésbé volt probléma, volt, aminél, tehát nyilván sokszor felvettük ezeket, uh -huh. nagyon nem, mert hogy nagyon-nagyon megterelő azért ez az a színészeknek. Tehát, hogy igazából szerintem ilyen két-három felvételek vannak ezekből, ha jól emlékszem, most nem akarok utaságot mondani, de hogy, hogy annyira, tehát ezért egy, egy ilyen másfél perces, két perces koregréfet végcsinálni, mint hogyha ott helyben hagynának, tehát azért ott hátadra esel, belerohansz a kötélbe, tehát hogy azért itt, itt, ez nagyon kemény. Igen, mert erről is kevesebbet beszélünk. Ennél a filmnél mondjuk pont lehet, hogy erről kevesebbet beszélünk, hogy, hogy színészek esetében, hogy itt nem csak szellemi fáradtság léphet fel, vagy nem, nem csak hát. szellemi megterhelés, hanem, hanem, inkább fizikális. Is. Ez Na, igen. is, hogy ez, ez például közelről láthattad most ezeket a színészeket, ö, ö, különböző válaszaik voltak erre, vagy, vagy mindenki nagyon profinált ehhez a, ehez a megterheléshez? Prof. Tehát, hogy, hogy olyan, ők olyan színészek, ők is, tehát hogy az előbb a meg a porról beszéltünk, de, 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 hogy, de hogy a Zach, a, a Jeremy, a, a, Harris, tehát hogy ők, hogy ők iszonyatosan, tehát hogy ők nagyon magas Kategóriába vannak, nem tudom. Tehát hogy ők, ők fantasztikus színészek, és a fantasztikus színészek azért azért fantasztikus színészek, mert elképesztő munkát tesznek bele abban, amit csinálnak. Tehát, hogy az ek megkapta ezt a szerepet, és 6-7-8 hónapon keresztül ő szétgyúrta magát, mm -hmm. hogy úgy nézzen ki, ahogy ki akart nézni ebben a filmben, és a, és e, 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 neki ez volt a felkészülés. Tehát, hogy ő, hogy ő így így került ebbe a, a karakterbe bele, és a többiek meg, többiek meg, nek sokkal kevesebb idejük volt erre, uh -huh. de hogy, de hogy azzal, de hogy tök szépen így összeálltak ők egy ilyen tényleg egy ilyen testvéri közösség, és, és, hogy ők iszonyatosan húzták egymást. Tehát ők minden ebédszünetben nyomták, és reggel és este is szabadnapokon gyúrtak, ettek, nyomták, mint az őrültek, hogy, 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 hogy ez, ez jól nézzen ki. Tehát, hogy ők... Hogy ők tehát, hogy, hogy a, hogy a színész, amikor megkap egy ilyen szerepet, akkor, akkor ő, ha, 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 tudja, hogy mit csinál, akkor pontosan érti, hogy neki ebbe hihetetlen mennyiségű energiát kell tolnia, hogy ez. Ugye, hogy ő jól nézzen ki ebben a karakterben. Volt egy fél mondatod, hogy ez még, ez még amerikai szinten is a, a, az olcsóbb, vagy a, vagy a szűkösebb költségvetésű hát kategória. Egy, igen, tehát ezért ez egy na nagy a szórás. Tehát ez ne, nem, egy, nem egy luxus filmkészítés volt, az biztos. Igen, igen, de hogy, hogy közben meg ez is visszatérő mondatod volt, hogy ez volt az első igazán ö, ö, amerikai produkció, amiben amiben részt vettél Azt, az. Itt mit kell érteni pontosan? Mert egy nagyon-nagyon kis költségvetésű filmet, az egy James White igen. A New York-ban csináltam. Az annyira pici volt, hogy ezt azt, azt nem is Nem lehet összehasonlítani. Tehát ez, igen, ez egy ilyen nagyon-nagyon pici dolog volt. Ez egy normál költségvetés, vagy, de hogy nagyon szerény. Tehát Amerikában az a pénz, amiből mi dolgoztunk, az kifejezetten kevésnek számít, főleg egy olyan filmek, ami nem ma játszódik, és, és filmre forog, és nagy jelenetek és statiszták vannak benne. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon szerény dolog volt. De akkor inkább a, 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 a hozzáállásra, a, erre például, hogy hogy készülnek rá, vagy akár fél évet ráállt, az egy egy színész a, a produkcióra erre értett, hogy, 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 hogy úgy amerikai Igen, volt. Igen, ez egy, ez egy ilyen, ez egy, nem, én úgy éreztem, hogy egy első amerikai film, hogy olyan, film is, meg sztárok is vannak benne, hát erre gondolom. Itthonról nézve nagyon meghatározó stúdiónak tűnik az a for vagy nem csak itthonról nézve, hanem a filmgyártás, meg a film jelenlegi állapotát nézve is meghatározó stúdiónak tűnik. Velük mennyire, mennyire szóltak bele például abba, hogy, hogy ez az Iron Claw, hogy készüljön el, milyen típusú film legyen belőle, mekkora alkotói szabadságotok volt például? Az A24 volt az, aki amikor már az Ironclaw egy ideje létezett, mint projekt, és kereste a gazdáját, kereste azt, hogy ki az, aki melyik stúdió, melyik gyártócég áll mögé, akkor az A24 volt az, aki bejelentkezett és azt mondta, hogy oké, okay, ezt mi teljes mértékben finanszírozunk, uh -huh. és teljes mértékben mögé állunk. Ö, az, hogy ők mennyire szóltak bármibe bele, én nekem az az érzésem, hogy semennyire, azt tudom biztosan állítani, hogy az én munkámba egyáltalán nem. Tehát az én munkám teljesen, teljes alkotói szabadságban uh -huh. készültet, és nem nagyon tudom elképzelni a son bármilyen olyan kommentet figyelembe venne bárkitől, amivel nem ért egyet. Tehát, hogy, hogy szerintem szerintem ez, ez ilyen nincs. Hogy, hogy, tehát ez nem, nem az a költségvetési kategória, ahol, ahol van egy ilyen öltönyös társaság, aki azt mondja, hogy ez nem nézhet ki úgy, mert nagyon sokba került. Meg legyen kicsit vilyenebb, meg nap. Ez egy pont annyi pénzből készült, hogy szerintem a son is os alkotói szabadságot élvezett. Nyilván a, a vágáskor megnézte a stúdió, biztos voltak megjegyzéseik, amit a son vagy figyelembe vett, uh -huh. vagy nem, de természetesen ő volt az utolsó vágás joga, tehát hogy, 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 ez, hogy, ez, nem... Nem, nem merült föl, hogy mi, mi nekünk meg kéne felelni ah, valamifajta elvárásnak. Mert ha jól értem, akkor eleve gondolom hogy így választanak projekteket is ki, hogy, hogy, hogy abba, abba, nem fognak bele, belemászni, hát vagy hát olyan, olyan alkotók. Vannak annyira intelligensek, uh -huh. hogy pontosan tudják, hogyha egy, ha, ha szerintük van egy filmkészítő, akiben hisznek, akkor az békén kell hagyni, mert úgy fogja a legjobb munkát csinálni. Tehát szerintem ez egy nagyon nagy fokú ö, butaságról tesztelünk bizonyságot, hogy te azt gondolod, hogyha nem vagy filmkészítő, uh -huh. hogy te majd megmondod egy filmkészítőnek, hogy ő hogy csinál jobban a dolgát. Az, az, az ma oda mennék egy autószerelőzésre, azt mondom, hogy figyelj, ne azt csavargassad már, hanem azt csavargassad. Nem. Tehát én azért megyek ahhoz az autószerelőhöz, mert tudom, hogy ő normálisan végzi a munkáját, és meg megbízom azzal, hogy meg megbízom benne, hogy ezt meg elvégzi. Ahhoz mit szólsz egyébként, hogy vagy nem tudom, hogy eljutott -e, vagy olvasod -e ezt a hírt, amikor onnan az 80-20 ban még vezetője nyilatkozta, hogy, hogy, meg fognak próbálkozni egy kicsit közönségbarátabb, vagy, vagy valószínűleg több nézőt vonzó ö, ö, filmekkel. Mert közben meg az Iron Cloth nézve, nekem van egy olyan érzetem, hogy ez, 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 ez nem a tipikus, nem olyan értelme tipikus étvenni forfilm, hogy, hogy nagyon egyszerű eszközökkel mesél egy, egy egyébként Egyszerű történetet, ami mégis tud mély lenni, nyilván, hmm. meg nagyon, nagyon tragikus. De hogy nem tudom, vagy erről például beszélgettetek-e, vagy, vagy, vagy felmerült-e, hogy lehet, hogy ez már az Z-80-i e fornak az új, új vonalába fog illeszkedni. Ja. Hát figyelj, ne, hogy mondjam, nekem nem kell megfelelnem semmilyen ilyesmi elvárásnak. Ez a hír különben már akkor jött ki, amikor már rég kész volt az, Aha. az Iron Claw. Um, amúgy valóban azt gondolom az Iron Clawról, hogy ez az én leg. Kommerszebb filmem. Tehát a leg... Uh -huh. nem, nem, tudom, most ez a művészfilm... És ez most nem, pejoratív értelemben. egyáltalán nem gondolom pejoratívnak, hanem azt gondolom, hogy ez egy egyszerűen fogyasztató dolog, és azt hiszem ez a kommersznek a a, 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 definíciója, hogy, hogy nem igényel túl sokat a nézőtől, hanem, hanem elé, hanem felkínál neki egy történetet, és hogyha, ha megy, ha tud vele menni, akkor, akkor az jó. Öm, öm, ja, igen. Kérdése fogalmazza kérdésre fogalmazom, hogy -e le esetleg olyan projektet, ami, ami akár még, még, ennél is nyíltabban kommersz, vagy még egy étveni foros szemmel nézve is. Persze, attól függ nyilván, de hogy nem, mondom, hogy nem zárkozom ilyen semmitől. Nyilván, hogyha Sean azt mondja, hogy ő csinálja az új James Bondot, akkor <laughs> a legnagyobb örömmel csinálnék vele James Bondot, vagy mit tudom én -e, micsodát. Jó. Van, van, egy érdekes visszajelzés, a, a, vagy ez többször visszakeszön a, a filmről, a visszajelzésekben, hogy, hogy, olyan érzete van embereknek, vagy nézőknek, mint hogy egy picit optimistább, vagy, 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 kevésbé megterhelő lenne, mint amilyen maga a, a, az Erik család, a von Erik története volt, hogy, hogy vagyok, hogy ez, 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 ez a somban felmerül mint hogy nem akar Ja, nagyon durván ö, 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 tragédiára hangolni ezt a történetet. Mert hogy tragikus a történet, félre ne ért, csak, hogy, hogy szerintem a, a, ezt a vége miatt értik ittán emberek. Szerintem itt arról van szó, hogy ez a film azért alapvetően a kevén a túlélő szemszögéből mesélő, mesélődik el, és ez az ember ezt túlélte. Ez az ember túlélte a testvéreinek a halálát, ez az ember, azzal a nővel él, akivel, akivel megismerkedett egy elképesztő farmon, hawaii és ott az egész család. Tehát a filmnek a legvégén van egy igen, fotó igen, igen. Az, az igazi családról, és az végtelen optimista. Igen. És szerintem egyszerűen a sorban ez a kép volt meg, hogy egy ennyire tragikus és ennyire szívszagadó történetből is ki tudsz úgy jönni, hogy aztán ott vagy a nem tudom, négy gyerekeddel és nem tudom hány unokáddal, és egy paradicsomban élsz. És hogy ez, ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, és szerintem ez, ez abszolút szándék. És nem érzem azt, hogy a film az ne ö, hajtana fejet a tragédiák előtt, nem mm -hmm. érzem azt, hogy ez ellen bagatilizálva, sőt, szerintem egy. De egy de nagyon fontos, hogy, hogy, a, hogy a túlélő szempontjából, és, és, egy, és, egy, és egy. és egy. egy, 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 egy jövőbe tekintéssel. Mert hogy, hogy, kicsit úgy érzem a szavaidból, hogy mintha végig lebegett volna az a fotó, ami ugye ki is kerül a, a film végén a son fejében, hogy, hogy, egy ponton azért szeretné azt az üzenetet átadni, ami árad abból a Szerintem fotóból. ez erről szól. Szerintem ez erről szól, hogy hogy kell megküzdeni a traumákkal, és hogy lehet ezt túrelni. És ez erre egy, 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 egy ilyen érdekes megközelítés, hogy azt hiszed, hogy egy pankrátor filmet nézel, és közben meg nem. Szerintem ez de a... nem a pankrécióról szól ez a film. Kicsit se. Nem, ez absz abszolút a, mm. családi tragédia a, 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 fő. Hát a, a gyereknevelés és az apasságnak a végtelen sok buktatójáról. Neked, neked meg, megterhelő volt egyébként? Te miért apaként nézni ezt a, Ö... ezt a, ezt hát, a filmet? Hát motoszkál a fejembe, persze. De, Amúgy is. Tehát nem kell ez a film ahhoz, hogy <laughs> az, az apasság nehézségéről felfoglalkozzak nap nap. De azért igen, gondolom, hogy meg, megmozgatott benned Persze. szállakat. Ö, emiatt a film miatt volt korábbi interjúd, ahol, ahol azt pegzegedtétek, hogy, hogy volt benned olyan elvárás a Saul, vagy nem is elvárás, de hogy olyan érzett benned a Saul fia sikere és, 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 és híressége miatt, hogy, hogy aztán hogy azt jönnek akár szépen sorban a hasonlóan jó projektek számodra, vagy a felkérések, és hogy, hogy el kellett fogadnod, hogy ez nem így fog működni, hogy, uh -huh. hogy, hogy csak amiatt, mert mert van egy ilyen film a hátad miatt jön egy újabb ilyen projekt, hogy az Iron Claw után... És hasonló érzet van benned, hogy ezután, ezután megérdemled, meg vagy vagy eljuthatsz egy olyan pontra, amikor. Nem, nem érdemlem <laughs> meg, vagy automatikusan biztos, hogy nem. Ö, nem, hát az, az egy jó lecke volt, hogy, hogy, hogy ez máshogy működik, és hogy ö, most megtanultam. A, igen, megtanultam, hogy ne legyenek elvárások. <laughs> de vagy akkor még nem, nem érzékelsz ilyet, hogy esetleg több, több helyről jön feléd mm, megkeresés. Nem, és... meg ráadásul egy ilyen nagyon bizonytalan időszakon vagyunk túl ezzel a, a színész és miatt, Igen. az amerikai színész és írósztrájkkal. Ebből még mindig próbál visszarázódni a normális kerékvek, kerékvágásba a, az, az, amerikai filmipar. Nem, nincs, nincs, nincsenek elvárásaim, csinálom a dolgom, és hogyha olyan szerencsés vagyok, hogy egy Izgalmas megkeresés, majd megtalál, akkor majd megtalál, ha meg nem, akkor meg majd nem tudom, mosóport fogok reklámozni Dél-Amerikában. Mit tudom én? Na ez jó, hogy szóba kerül, mert hogy hogy a reklám, filmkészítés, mert erről is akartalak kérdezni, hogy nálad érzem azt, hogy, hogy mert nagyon sokszor az jön le ö, operatőrök, rendezőkkel készült interjúkból, hogy, hogy, hogy azért van megvetés a, a műfaj felé, és nálad viszont azt érzem, hogy teljesen tisztában vagy azzal, hogy ennek mi a szerepe, mint a reklámfilmkészítésnek, és hogy neked miért éri meg. Tehát, hogy mint hogyha ja, úgy, úgy érzem, hogy te ezt magadban, hogy, hogy miért kell Persze. neked reklámfilmeket elvállalnod. Mert meglepődnél, hogy ki mindenki csinál reklamfilmeket. Tehát nagyon sok ember és nagyon és nagy operatőrök és nagy rendezők mélyen hallgatnak erről, de, de például most a Szkorzéza újabban meg már felvállalta adja az Igen. arcát is egészen vicces reklámfilmekhez. Figyelj, ez egy, ez egy csodálatos lehetőség nagyon sok mindenre. Egyrészt megismerkedek olyan emberekkel, akikkel előtte nem, olyan emberekkel dolgozok, akikkel előtte nem, olyan helyeken forgatok, ahol sose jártam, forgatok, tehát gyakorlom a szakmámat, tehát hogy, hogy ez egy csodálatos dolog, és, 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 pénzt keresek, tehát hogy, hogy nem kerülök olyan szituációba, hogy úgy kelljen elvállaljak egy filmet, hogy nem hiszek abba a filmbe. És voltam olyan helyzetben, amikor ez nem így volt, és vállaltam olyan filmet, amit meg kellett csináljak azért, hogy pénzt keressek, hogy eltartsam a családomat, az nem nem jó. És ezt tudom, hogy ez egy, most ez egy ilyen áldott állapot, és hogy egy őletes szerencse, hogy, hogy ez, ez megadott, megadatott, és azt is tudom, hogy ez el fog múlni. De amíg ebben a szerencsés helyzetben vagyok, addig ezt próbálom jól használni, és, és kihasználni, és, és élvezni, és, és, csinálni a dolgom. Akkor egy, egy nem a, nem a névrejtegetőnek számít. Az. Mert volt, ahol nehezen találtam meg a nevedet, mert hogy, ahogy kutakodtam reklámoknál, hogy volt, ahol de ez nem, nem hiszem, hogy miattad volt, gondolom a produkció miatt volt, hogy nem, nem tudom. volt annyira kiemelt helyen kezelve. Nem, figyelj, ezek tényleg nem az örök kiválóságnak készülnek, amikor a bankreklámot csinálok. Tehát, hogy nem, az, ott, másról van szó, szóval van egy, egy feladat, azt annak meg kell, na, nagyon precíz és komoly elvárásai vannak, és azoknak meg kell felelni, és ez nem az én ízlésemről, vagy az én nem tudom miről szól, ez egy, ez egy új gyakorlat, ez egy nagyon jó dolog, nem mint egy edzés, olyan, mint hogyha a reklámok az edzések lennének a játékfilmre, mert, uh -huh. mert kipróbálsz dolgokat, mert be kell tart az időket, mert hajtani kell, és az jó, hogy, hogy ez nem otthon ülök és nézem a plafont, hanem edzésben vagyok. Igen, azért a nézők kedvéért mondjuk el, hogy nem, nem ilyen Ap apró projektek, tehát hogy én a Telekom uh, spotra gondolok, Olyanis amin, projekt, amin dolgoz, tehát ami, ami eljuthat a el olyan emberekhez is, akik nem feltétlenül a reklámokat, kevesen vannak, akik reklámokat nézegetnek szabad én idejükben. Si reklámokat <laughs> De, de azt az szerintem azért fontos elmondani, hogy, hogy, abban is azt érzem a, a reklámos választásaidban, hogy, hogy azért olyan emberekkel, vagy olyan projektekbe csatlakozol be, ami, aminél tényleg előfordulhat, hogy ez egy is. Később, később, még jól jön ki belőle, hogy ismered akár ah. azt a, azt a hát stábot. Igyekszem. Igen, igen, de, de, ez is olyan sok minden nem múlik, hogy mindegy, nem, nem is érdemes szerintem belemenni, nem, 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 annyira izgalmas. Ez, ez egy, tényleg, ez egy jó módja annak, hogy edzésben maradjon az ember. Még még egy ilyen mellékvágányra akartam kérdezni, az meg a videóklip készítés, uh -huh. mert hogy neked volt, talán a nabil uh -huh. dolgoztál ö, 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 több klippen is, két false klipre uh -huh. emlékszem, és volt amelyikeknél, kevésbé találtam meg a neved, és kíváncsi vagyok, hogy volt egy Arctic Monkeys uh -huh. videó, akkor abban is, meg egy weekend uh -huh. is. Jó, Igen. tehát ezekben is te voltál Igen, akkor Igen, a, Igen. az operatőr, hogy Az, az a szel viszont úgy tűnik, hogy, hogy így el, eltűnt a szena kevés pénz van benne? Ja, nem, vagy? Nem, nem, ez nem pénz kérdés. Én, én nagyon... A, a videóklip az nekem egy nagyon furcsa világ. Azt is mondhatnám, hogy kevésszer voltam olyan helyzetben, amikor a, tényleg magamének tudtam. Egyetem felismertem valami fajta koncepciót, amit ezen tudtam tenni. Ú, szóval, hogy, 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 ezért ez nagyon... Tehát, hogy nem, nem, nem érzem magam biztonságban sokszor videoklip kapcsán. Bocs, mert ha jól értem, akkor ez egy ilyen hibrid faj is, hogy, ott, hogy nem annyira alkalmazott művészet, mint a reklám, mert ott, ott azért jobban számolnak veled is, Igen, mint Igen, egyrésztről szabadabb, másrésztről bizonytalanabb, és egy nagyon nagyon szeretném különben magam, tehát egy totál képzelni, hogy én ezt jól tudjam csinálni, vagy keresem azt az alkotó a, azt az alkotót, aki, akivel hasonlóan gondolkozunk videoklip kapcsán. Uh -huh. Tehát, hogy ez, 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 és akkor valahogy, valahogy mivel ez nem annyira volt meg nekem, ez, ez így ki, tehát, hogy nem annyira forszíroztam ezt a dolgot, és ezért aztán ez egy kicsit így elült, de hogy tökre érdekelne, tehát, hogy tök, tök szívesen csinálnék. Tehát az a jó a, a, abban, amit csinálok, az operatőségben, hogy mindenféle dolgot ki lehet próbálni. És ugye ennek a sok sokszínűsége, ez egy állatira izgalmassá teszi. Tehát, hogy nagyon szívesen csinálnék, nem tudom, rep videót is mondjuk, most mondok, mert ha az olyan, meg hogy olyan az ötlet, aha. meg olyan a gondolat, meg olyan a zene. Tehát, hogy bármi. Tehát, hogy én, hogy hogy tök, totál nyitottan állok. Egyszerűen nem alakult úgy az életem, hogy ez így megtalálható volna. Ott, ott, is keresett gondolom ezt a, ezt a bizalmi viszonyt, a, egy alkotóval, ami Igen, ami egy közös gondolkodást, egy közös koncepciót, hogy értsem, hogy nekem kell kell, 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 értenem, hogy mit miért csinálok. Tehát az, az a nehezen meg mit kezdeni, hogy hú, ez nézzen ki jól. Az, az nekem ez az, az kevés. Tehát hogy, egyszer, tehát hogy, nekem értenem kell, hogy mit miért, és akkor, akkor, viszont, akkor viszont azt hiszem, hogy jól funkcionálok, de hogyha ha az a kulcs szó, hogy ez nézzen ki jól, akkor viszont nagyon elvesz magam. És a Nabila meg volt ez a kapcsolat, csak aztán kevésbé tudtatok összehangolódni. Nem egészen. Nem, nem, nem annyira nem, működött. Nem, Aha. Nem, ez, ez egy korai szakasz a, 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 az, a, nem tudom, a, a nem tudom a munkáimnak, és ez egy próbálkozás volt szerintem mind a kettőnk részéről. Uh -huh. Több több próbálkozás. Több kevesebb sikerrel akkor ott, ott, abban a műfajban még várat magára az, hogy, hogy olyan alkotóval dolgoz, akivel le, lehet akár egy ilyen újabb igen. igen, igen, uh, igen uh, még, még, van egy, egy, fontos téma, amiről mindenképp akartam, uh, uh, mindenképp akartam kérdezni tőled, ez a, amikor az SZF-e botány után kiréptetek a, az operatőrök, uh -huh. az akkori uh, uh, magyar operatőröket tömörítő szervezetből, tiltakozásképpen. És azóta felállt ugye egy új szervezet, mm -hmm. így is szerepel ez azóta mm -hmm. ö, ö, mindenhol, azóta benned hogyan csapódott le a, 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 akkor még nagyon friss volt az egész eszefe-botrány. Most már azért látszik nagyjából, hogy felállt az az egyetem. nagyjából működik a, a Free esze. Képzés is úgy, ahogy a lehetőségei, lehetőségeihez képest tud. Most te mennyire követed ezt a, ezt a szituációt, vagy mennyire bánt, ami, ami, ami ott történt? Iszonyúan. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan hosszú a lista azokból a dolgokból, hogy, mi az, ami nagyon-nagyon bánt, bele mennék, de hát szerintem egyértelmű. De ez nagyon, tehát tényleg az a, egy, egy több mint 150 éves intézménynek a, Kivéreztetése és, és ez az ez egész gusztustalan eljárás, ez, ez, ez végtelenül bánt és felháborít. De hát mondom, ez csak egy, ez egy sok közül. Tehát hogy a, hogy a tanár, tanárok megbecsülése, az egészségügyi dolgozók megbecsülése, a CEU, a, a, a melegek elleni, a, uszítás, a, mm -hmm. a be, tehát hogy annyira hosszú ez a lista, hogy, hogy nem is tudom, mit mondjak. Azóta egyébként például téged kértek fel akár órát tartani, free sf Vagy volt ilyen a megkeresés? A well, volt megkeresés, az valahogy nem, nem jutott tovább vagy az ilyen első dolog. Ne valószínűleg azért is, nagyon nehezen lehet rám számítani, így előre tervezve, mert egyszerűen olyan az életem, hogy, hogy rohangálok, úgyhogy, úgyhogy szerintem talán ez a fő ok, hogy, hogy de továbbra is tehát a részemről továbbra is fennáll az, hogy én nagyon szívesen beszeg bármiben részt, akár rövidebb, akár hosszabb dologban. Az, az mennyire, vagy az mennyire része az életednek, nem tudom mennyire keresnek meg akár például olyan kollégáid, akik fiatalabb, és a pályájuk elején, vagy, vagy közel az elején járnak, és most belekerültek egy ilyen szituációba, hogy nem biztos, hogy itthon uh -huh. tudnak dolgozni. Ők például eljutnak-e vagy, vagy van-e ilyen kapcsolatod, akár mostani fiatalabb operatőrökkel, vagy más filmesekkel. Többen, és pont szándéka is a, a HCA-nak uh -huh. az új operatőri, általunk létrehozott operatőri szervezetnek, hogy pont, hogy kinyíljon a, jobban a, a, a fiatalok felé, és hogy be, bevonjuk őket is, tehát ne csak a tagok gyűjünk össze, és beszéljünk, és nézzünk egymás filmét, hanem, hogy, hogy kicsit ezt megnyitni a, a, a fiatal generáció felé akik szerintem iszonyatosan rossz helyzetben vannak. Tehát, hogy én nem is tudom, hogy mit tanácsolnék egy, mondjuk egy rendezőnek, aki Magyarországon akar uh -huh. majd filmeket csinálni, vagy egy operatőrnek, aki Magyarországon akar tanulni, nem tudom, hogy mit tanácsolnék nekik. És ez, ez borzasztó, és olyan rossz, hogy igen, tehát hogy nekem még megadatott, az, hogy a Kende János osztályába elvégezhessem az eszefét, és, és lediplomázhassak, le és egy játékfilmet tudtam. Tehát, hogy, hogy ez, 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 elképesztő, hogy ez, ez meg, megszűnt. De a pályáidat nézve ezt is felértem magamnak, hogy, hogy az is nagyon furcsa, meg tragikus nagy tűnik kívülről, hogy, hogy te nagyon sok rövid filmet is készíthettél uh -huh. rendezőkkel, vagy, vagy kialakulhatott már egy eleve egy munkakapcsolatod olyan rendezőkkel, akikkel később aztán tudtál nagy eddig uh -huh. filmen dolgozni, és hogy most olyan érzetem van, hogy már nem, hogy lehet, hogy eddig a szintig sem biztos, hogy el tudnak jutni fiatal uh, nem. alkotó kisfilmik nem. sem. Nem, tehát hogy egy hogy film az egy végtelen drága dolog, és ugye egy európai ország ö ugye azzal áltatjuk magunkat, hogy itt a kultúra az egy fontos dolog, és hogy szánunk erre pénzt, csak aztán ez a pénz ezt ki kapja, az hirtelen már nem annyira világos, hogy, hogy nem is az, hogy ki, hanem az, hogy miért ezek az emberek kapják ezeket a pénzeket, és hogy például egy olyan csodálatos dolog, mint az program, ami tényleg egy, tényleg egy csodálatos lehetőség elsőfilmesként, bekerülni egy ilyen közegbe, hogy, hogy lehessen projektekről beszélni, és aztán egy nagyon szerint körülmények között, de, de, de létre lehet hozni akár egy játékfilmet is, hogy ezt is ki kellett nyírni, az az, 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 tragikus. Tehát, hogy tényleg az egy ilyen utolsó mencsvár, amúgy egy, tényleg egy csodálatos dolog volt. És hogy, hogy egy ennyire kevés, viszonylag, ugye kevés, ezért ez egy relatív dolog, de viszonylag azért nagyon kevés pénz ahhoz képest, hogy mondjuk egy futballstadion mennyibe kerül, a 28 ahhoz képest egy, 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 csodálatos dolog, és hihetetlen minőségű alkotások is születtek ott. És az a jó, hogy lehetőség volt nem hihetetlen minőségű alkotásokat is. Tehát, hogy olyan nincs, hogy alkossatok remek műveket. Alkossatok, és hogyha minden jól megy, akkor lesz egy-kettő, ami remek mű. És hogyha meg elhasal a dolog, akkor elhasal, tanulsz belőle, és akkor majd, vagy nem csinálsz filmet, vagy jobbat csinálsz, de hogy ezt meg kell tudni tanulni. Hogy mint hogy ez, ez a lehetőség, vagy nem mint hogy ez a lehetőség tűnt el, nem, ez hogy, hogy, lehetőség. a hibá, hibázni sem Igen. biztosak tudnak Ezek, Igen. A, ezek az alkotók. Az A inkubátorfilmekre visszatérve egyébként ö, ö, azok az alkotók, például az ő tiltakozások, vagy, vagy az ő kiállások, ilyenkor megkérnek-e például titeket, hogy hasonló kiállással hívjátok fel a figyelmet az, az ügyükre, vagy mint amikor az szf -e botrány volt, hogy, hogy a nevetekkel, mert hogy tényleg a ti neveteket legalább nem csak a kultúrát követő emberek ismerik szerintem. Tehát, uh -huh. hogyha... hát, hát a hácia mint szervezet uh -huh. szokott szoktunk kiállni uh, ilyen, ilyesmi ügyekben, rendszeresen, uh -huh. ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez ére bármit, azt nem tudom, de legalább a saját lelki ismeretünk tiszta. Viszont van ebben egy másik, ebben a, ebben a történetben szinte egy másik tragikus szál, hogy, hogy, a ti generációtok sem biztos, hogy, vagy nagyon ritkán tud uh, alkotni, és hogy ugye amikor soroltuk a neveket, hogy te kikkel kezdtél el uh, dolgozni, Hajdu Szabolcs, Mondruk Kornél, Nemes László, Közülük az a legtöbben, nagyjából olyan 90%-ban nem itthon dolgoznak, vagy nem itthon készítenek filmeket. Tudom, hogy ez, ez is benne volt a pakliban, hiszen már akkor erről beszélgetetek, meg volt bennetek ilyen ambíció, hogy nyilván nem ragadnátok le feltétlenül a magyar filmkészítésnél, de közben meg érzek a ti reakciótokban, vagy a meg aki a, aki szólásaitokban egy, egy ilyen keserűséget is, hogy, vagy ezért lett volna itt arra bennetek igény, hogy még itthon uh, hát, filmet készítsetek. És ez rendezőként szerintem sokkal kardinálisabb kérdés. Operatőr, ez egy, az, amiatt, hogy mi képekkel dolgozunk, ezért ez egy sokkal inkább átültethető dolog. De ami szerintem mondjuk még egy fokkal szörnyűségesebb, az a színészek helyzete. Egy színész, aki az, az, a saját kultúrájában és a saját anyanyelvével dolgozik, Hát nagyon kevés olyan példát tudok mondani, mondjuk a, talán a Láng Anna ilyen kívül, aki, aki meg tud találni egy új nyelvet, és egy új, új, új kultúrában is tud érvényesülni, de az, az aztán tényleg a, a legnehezebb dolgok egyike. És, és hát egy filmrendező is szerintem sokkal inkább ebben a helyzetben van, hogy sokkal inkább az az anyag, amiből ő jön, határozza őt meg, hiszen ő a, egy, egy, egy filmnek a, belőle virágzik ki ez, hogy ilyen szép szó virággal kell éljek, de, hogy, de hogy, hogy, szerintem sokkal nehezebb egy, egy filmrendezőnek ezt nem Magyarországon. És csomó olyan történet van, amit még amit el, el kéne mesélni, ami, ami magyar történet, uh -huh. és, és, és voltak rá kísérletek, és tényleg a Pál a, 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 Toldi filmje, szerintem tökéletesen jó példa erre, hogy, tehát, hogy az, az miért nincs? <laughs> tehát, hogy ez az, 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 hogy, hogy egy, hogy egy, az egy kész vizuális koncepcióval, kész forgatókönyvvel toporgott évekig, hogy, hogy akkor lehet-e vagy nem lehet, és hát nem, nem, lehet, úgy látszik. Amikor egyébként kapcsolatba kerülsz a, a már elmített nevekkel, vagy, vagy, a, vagy a generáció tagjaival, vagy azzal, a, a, a közeggel, akik annak idején meghatározták az itthon készülő filmeket, aztán eljutottak nemzetközi sikerekig. Például előfordulhat-e, vagy, vagy ez teljesen félig meddig költői kérdés, de, hogy félre tudná letenni akár, hogyha jönne egy ilyen megkeresés, vagy félre tennél -e egy amerikai produkciót akár, hogy inkább most dolgoznál együtt magyar rendezővel itthoni, itthoni történeten. Hát, ha minden jól megy, akkor a Lászlóval egy magyar filmen fogunk dolgozni. Tehát ez, a, ez, az árva. Most ez az árva. Igen. igen. Annak is egy kicsit hányat, vagy nem kicsit hát. sorsa volt eddig. Igen, meglátjuk, hogy hogy alakul a további sorsa. Ez egy ez egy nagyon nagyon erős történet, nagyon magyar és nagyon szép. Ott nyáron már forgattok is, hogy. Az ha... a terv, igen. Igen, igen, igen. 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 Erdély Márke, köszönjük szépen, hogy hogy itt voltál velünk. Én nagyon szépen köszönöm a csodálatos kérdéseket. És várjuk, a, ha jól értem, akkor az árval, lesz valószínűleg, amit legközelebb láthatunk. Rem remélem, tőled. igen. Oké, okay. köszönjük szépen, köszönjük, itt voltál. Köszönöm. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Az Iron Claw márciustól Vaskarong címmel fog futni majd a Magyar Mozikban. Azt fogjátok legközelebb Erdély Mátyástól megnézni azt a azt a filmet kövessétek be az After csatornát, és csatlakozatok a zárt Facebook csoportunkhoz, ott majd kibeszéljük, ha kijött a, a film Magyarországon. Sziasztok!